hogy most legyártunk egy tök jó epizódot, utána azt mi beépítjük a tartalom marketinges aktivitásokba, azt mi beépítjük a fizetett hirdetésekbe, azt mi berakjuk az e-mail marketing kampányokba, és millió egy helyen föl lehet használni ugyanazt az egy picike kis epizódot. Akkor a Batman egy pofán vágja Robint, hogy videó fekve van, 16-9, te idióta, dír egy pofon. De most őszintén, most meg mi van? Fordítva. Jó, azért, ha Mamutok korában azt mondod, hogy podcastből fogsz megélni 2000 év múlva, vagy 5000 év múlva, az elég meredeken hangzol, akár 10000 év múlva, tehát... Hát figyelj, beszélted Conor McLeoddal is. És én akkor az időmet be tudom osztani úgy, ahogy az megfelel egy család mellett. Most, hogyha nekem egy vagy két vagy három gyerekem van, majdnem, hogy nem osztam szoroz, mert igazából én fogom hozzáigazítani az időmet. Fogalma nincs, amiről beszél. Nagyon jó. Az de ilyen mentalitású embereknek szokott azonnal hármasikre születni, csak mondom. Erre nagyon nagy esély van, mert a mi családunkban több ikerpár is volt, úgyhogy ne fejtsd az örökötet a falra, mert valószínűleg meg fog jönni. Szoktam vele mondani, hogy te vagy itt a Productivity-nek a Bruce Lee-je. Megcsináltad a Jeet Kune Do után a Productivity Kune Do-t. Hölgyeim és uraim, következzen a Coffee Break Consulting Full Service Digitál ügynökség vezetője, alapítója, valamint a Showcast Media Podcast ügynökség alapítója és stratégiai vezetője. Az üzletember, akinek podcastek folynak az ereiben, aki töretlenül tartja a zsűrizés miatt egyhuzamban hallgatott podcastek hazai rekordját. Az ember, aki emérdek saját műsort, és számtalan vendégszereplést tudhat már a háta mögött. Az a valaki, aki produktivitási oktatóként és trénerként saját módszertant is kidolgozott, és másodmagával megalapította a Next Academy képzést. Az ember, aki 2022-ben elnyerte a bizalmi kör mikrovállalati kategóriájának Leader of the Year díját, majd 2023-ban bekerült a hazai Forbes magazin azon kiválasztott 100 vállalkozója közé, akiket a 10 éves jubileumi évszám címlapjára lehetett megszavazni. Amikor pedig nem dolgozik, boldog családapa és férj, illetve még az Aikidónak is hódol, amennyiben persze ideje és lelkiismerete engedi. Fogadjátok tehát nagy szeretettel Tóth Cerel Pétert! Szia Péter közöttünk! Hello! Szia Péter! És hát üdvözlünk! Még fel. Köszönjük egy kis újdonság! De és üdvözlünk mindenki más is itt a Content Rumble következő epizódjában. A mikrofonoknál megszokott visorvezető társaim... Csapó Gábor, Szabó Viktor és... Tanyi Roland. Na, sziasztok! Egy kicsit hello. Rendhagyó hello. Volt ez, de szeretnék majd ebből egy rendszert csinálni. Meglátjuk. Majd írjátok be kommentbe, hogy mennyire tetszett ez, vagy ez jött be nektek. És hát ugye akkor Péter, egyből rákonyarodhatnánk. Rengeteg mindent írtunk föl. Hát ez körülbelül 15 adásnak a tartalma. Azt tudni kell hozzá, hogy mi szinte napi üzleti kapcsolatban állunk egymással, nagyon sok ügyfelet hozol nekünk a podcast stúdióba, és legyen mondjuk akkor ez az első kérdésünk, egy kicsit próbálj meg téged fölrakni a térképre. Mi az, amivel itt most felsoroltakkal ugye te foglalkozol? Mi az, ami mondjuk itt a podcast témában érinti ezeket a vállalkozásokat? Hát alapvetően mindegyik, mert ugye nagyon-nagyon sok munkát csinálunk együtt, ez kifejezetten a podcast gyártásnak a része, ez a showcast-es feladatkör. De azért az ügyfélkört, hogyha megnézzük, azért egy jó podcast műsornak a sikere, az a felvételnél nagyon-nagyon-nagyon messzebb mutat. Itt jön be a marketing ügynökségi vonal, tehát hogy gyakorlatilag azt a szaktudást, meg azt a csapatot ugyanúgy be kell húzni, mert azért a promotálás, a PR kommunikációs része az ugyanúgy feladat egy jó podcast kezelése során. És mivel ez elég sok, azért ezt valahogy úgy kell összeszervezni, hogy ez tényleg ne essen szét és működjön, és ne az én életemet élje fel. És itt jön a képbe. Erről beszélek, ez rengeteg kérdésem van. Úgyhogy mindegyik összekapcsolódik, én azért szeretem ezt a hármat így együtt csinálni, mert igazándiból egymásba fűződnek. Tehát akkor mondjuk kezdjünk a podcastes történettel. Neked mondhatjuk így, akkor van egy ilyen rálátásod a hazai piacra. Hát igyekszem. Te mit mondasz? Mi folyik most itthon a podcast piacon? Még mindig fölfele tart ez a történet? Én azt gondolom, hogy még mindig bőven fölfelé tart ez a történet. Azért tőlünk nyugatabbra az Egyesült Államokban nagyjából 5-6 évvel előttünk járnak. Ebben is. Van, amiben még jobban, de mondjuk a podcast piacon mondjuk 5-6 évvel előttünk járnak, és nekünk még az az időszak, amikor a nagy szponzorációk, a nagy műsorok, a nagy műsorvezetők korszaka az időrendben az most fog majd jönni csak. Viktor is mindig ezt mondja, igen, akinek még eddig nem volt YouTube csatornája, az idén szedje össze magát, indítsa,
mert podcast fontos. Minden évvel egyre később. Igen, kicsit. De talán ez a deadline. Én megfogadtam a tanást. Gyerekek, most már én követem nagyon szorosan Viktornak a számait, úgyhogy nálam már majdnem 170 feliratkozó van. Nagyon erősen rácsúsztunk a 170-re. Az első ezer a legnehezebb. Utána már csak könnyebb lesz a mond. De tényleg, szóval, hogy azt utána a második ezer a legnehezebb? Első ezer adás, ugye? Tényleg. Nekem, én azt olvastam, hogy az első 100 videónál ne legyenek elvárásaid, és most tartunk 80-nál, úgyhogy még nagyon messze van az, hogy nekem elvárásaim legyenek. Úristen, mi mennyire tartunk? De tudnék vitatkozni ezzel a százas dologgal, de igen. Jó, kérdezz nyugodtan, mert ugye szakértő van a körünkben. Tehát én követem Viktornak a dolgait, és egyébként, tehát ami például a marketinget, hogyha ide behúzzuk, nekem a legkedvesebb tapasztalatom ezen az, hogy össze lehet fűzni olyan csatornákat, amikre az ember azt mondaná, hogy rohadtul nem lehet. És erre a Viktornak van egy tök jó példája. Én nem YouTube-on látom a videóidat, hanem én LinkedIn-en kapom meg mindig az infót, hogy mi az, ami kikerül. Pedig oda nagyon kevés. És ez a leglehetetlenebb kombináció. Tehát, hogy LinkedIn-ről YouTube-ra terelni, az egy abszolút unortodox megoldás, viszont én például LinkedIn-en vagyok a legaktívabb. A YouTube feed-embe tök nehéz bekerülni, mert ott nekem nagyon specifikusan már az algoritmus így két témát tol elém, és de abban nincs magyar. Nekem már a Viktort földobta az énél is, amikor a jobb telefont ugye balra húzod, és ott vannak a hírek, és már ott. Ja, azt hittem, hogy most tindereztetek. Igen, nekem már a Tinderben is benne van. De az a baj, mondjuk LinkedIn-re nem megy ki az összes videóm, csak amit úgy gondolok, hogy, de ez így hogy szakmaibb, azokat rakom ki. De ez így van jó, mert adott esetben a csatorna teljes egészen nem is biztos, hogy nekem szól, amik viszont LinkedIn-en jönnek, azok szerintem 10-ből 9 olyan, aminél megállok. Akkor jól csináltam. Akkor jó, jól szelektálok, hogy azok mennek ki oda. Tök okés. Tehát, hogy szerintem is ez egy abszolút unortodox megoldás, hogy LinkedIn-re hogyan lehet jól YouTube-ot kommunikálni. Így. Mit lehet most jelenleg tudni, mi kicsit érjünk vissza tényleg ehhez a hazérzeztem, majd elengedem ezt a témát, mert nagyon sok minden más szeretném még tőled kérdezni, hogy tényleg ez is mindig izgatott. Hogy néz ki most jelenleg, kik a piaci szereplők? Mert annyit én látok a saját, most már 3 éve van nekünk ugye a podcast stúdiónk, hogy gyakorlatilag nagyon kevesen használják magánszemélyek, és inkább ugye cégeknek a saját indított műsorik, de még inkább valamilyen ügynökségeknek, vagy valamilyen podcasttel foglalkozó csapatnak a műsorai futnak általában a stúdiókban. Alapvetően ugye a podcastnek a műfaji sajátossága az, hogy nehezen illeszthető be egy éves marketing büdzsébe úgy, hogy a mérlegnek legyen valami a másik serpenyőjében. Igen, általában ez azért legtöbb esetben túlmutat rajta, ugyanúgy, mint mondjuk egy YouTube csatorna, igen, de javítsatok ki, igen, hogyha. És ebben mondjuk egy ügynökségi csapat, vagy egy céges marketing csapat, ahol komplexebb tervezés van, én azt gondolom, hogy még az is ritkaság számba megy, hogyha valahol tényleg ennyire nem silókba megy a marketing, hanem valahol van kommunikáció a szakterületek között, ott van helye a podcastnek, mert azzal boldog tud lenni a social médiás, a marketinges és a PR-os is. Csak ahogyha nincsen kommunikáció ezek között, akkor nem lesznek. És egy ügynökségnek meg annyival van könnyebb a helyzete, amit mondtam is nektek, hogy most legyártunk egy tök jó epizódot, utána azt mi beépítjük a tartalom marketinges aktivitásokba, azt mi beépítjük a fizetett hirdetésekbe, azt mi berakjuk az e-mail marketing kampányokba, és millió egy helyen föl lehet használni ugyanazt az egy picike kis epizódot. Short videó, nem short videó. Egyébként nekem is ez az egyik helyem, csak nem jutottunk el még addig. Most körülbelül még 8 adás ott foglalja helyet a Winchesteren, hogy ezeket a kis megmarkerezett dolgokat kirakjam a highlights-ba. Mert nekem is nagyon jó pofa, mert tényleg én is sokat mondok, de hogy itt a kollégákat is, meg van egy-két vicces rész, és ezeket tök jó lenne kiemelni, vagy mondjuk valakinek átküldni a haveroknak. Figyelj, ez tök jó volt. És erre is sok ezek a rövid videós platformok. Cégnél meg ugye adja magát, hogy amikor éppen mondunk valami baromi jót, vagy valamire szeretnénk kiemelni, és nem biztos, hogy ezt tudod menedzselni, hogy van egy ügyfeled, és akkor átküldöd neki, hogy van itt egy 2 órás beszélgetés az ügyvezetővel, és akkor átküldesz egy ilyen timestampet, hogy itt meg itt nézd bele, mert az hülyén néz ki, de helyette mondjuk van fókuszáltam mondjuk egy LinkedIn-es csatornád, amire irányítod ezeket, vagy pedig ugye megvannak azok a sorcok. Aha. Hát de ez nem tök jó lenne, hanem ez kötelező. Le a baj, hogy lenne. Most már ez így, igen. Rövid videókat csinálom, muszáj. A teljes egyetértés mellett mondom azt, hogy nekünk is van saját podcast műsorunk, aminél nincs úgymond üzleti cél, bár egyébként ezt szoktam fölhozni egy-egy tárgyaláson magyarázatnak, hogy hogyan lehet üzletet csinálni a podcastből, mert én vagyok rá ilyen szempontból a legjobb példa. De a saját podcastnél is az van, hogy
nem csinálom meg a sortokat. De úgy, hogy van egy AI túl a kezemben, ami megcsinálja helyettem. De azok általában nem működnek jól, nem? Nem magyar olyan, nyelven. Én imádom, tehát olyan jókat csinál, csak annyi, hogy a szövege, a feliratot kell javítanom benne egy kicsit a nyelvtant, és így berakok egy epizódot, és így pakk, így 35 darab sortot így odapattint nekem egy pillanat alatt, értelmezi a szöveget, kivágja, megadom a paramétereket, hogy milyen kulcs szavak mentén keresek sortot. Ebbe én beleállnék, azért azt megnézzük. De csináltunk egy ilyet, hogy eresszük rá valamelyikre. Na, nálunk. Simán. Aha. Na majd akkor egy nevet kérünk. Jó, de mindenképpen simán. Megírjuk akkor a show notes-ba is, hogyha megtaláltuk a nevet, vagy valami. Ha van affiliate linked, akkor nyomjad azt nekem mindegy. Azt megnézem. Egyébként Opus Clip néven fut, tehát hogy nem egy nagy vadonat újdonság, tehát hogy akikkel én közösségben próbálok videókat gyártani. Miktól már tölt is. Egy ilyen nemzetközi csapat, és ott, mit tudom én, az amerikai oldalon mondják, hogy ott már kezd lecsengeni például ez az opuszos vonal. Én meg most találtam rá tavaly, tehát hogy tényleg az van, hogy megvan az evolúciója ennek az egész folyamatnak. Ő náluk már nem újdonság, nekem meg ott, én meg ott vagizok vele, hogy mekkora király ez, hogy így ezt megcsinálja. Egy-két ilyet néztem, és így az lett belőle egy ilyen kontextus nélkül kivágott részeket, amik a YouTube-on olyanok voltak, amihez mondjuk oda tekertek. Vagy érezte, hogy ugye YouTube-on is van ez a kis... Nekem ennélkül az adathalmaz nélkül csinálja még, tehát hogy még publikálás előtt csináltatom meg vele. Na, de nekem az nem működött, ami YouTube alapján így okoskodott, és akkor ilyen kontextus nélkül nekem annyi jó, hogy megadok. Nehéz még a magyar azért. Nehéz még a magyar. Aha. Hát a feliratok szerint neki is. Ja, igen. De ugye? Ugye ez egy teljesen külön téma, hogy vajon mi lesz itt a jövő a tartalomgyártásban. Azt akartam még kérdezni, hogy tehát mekkora cégek azok, akiknél mondjuk, akikkel te találkozol, akik már podcast gyártásban gondolkoznak, megkeresnek téged. Mert ha jól tudom, akkor nálatok a marketing az eddig nem nagyon kapott szerepet, hiszen ugyan ti full service média ügynökség vagytok, mert hogy az ügyfelek adják egymásnak a kilincset, illetve is amekkora csapat alig győzitek a dolgokat, de hogy mi az a cég, aki már titeket megkeres? Még, viszont jöhet. Oké. Nem panaszkodom, tehát hogy alapvetően tényleg azért az elmúlt 2-3 évben, amióta kitört a Covid, én azt gondolom, hogy kétféle marketing ügynökség volt itthon. Az egyik az, aki meglátta az aranybányát, és átgázolt adott esetben mindenen és mindenkin, és akkor most le lehetett fölözni a piacot. Meg volt a másik fele, mi... Ilyen kegyetleneket azért nem mondjál. Kihasználtak a lehetőségeket, de... Mondok konkrét példát, és akkor érezni fogod, hogy miért ilyen a véleményem. Meg van a másik oldal, ahol meg én a csapattal megbeszéltem nálunk, hogy döntsünk együtt. Tehát hogy nyilván próbáltam így motiválni az embereket, hogy szerintem mi lenne a helyes döntés, de nem én hoztam meg. Hanem azt mondtuk, hogy most egy olyan időszak, főleg ez a 19-20 volt ilyen szempontból nagyon-nagyon fázós, amikor a rendezvényszervezők, esküvőszervezők, eseményrendezéssel foglalkoztak. Tehát, hogy tényleg akik ilyen olyan dolgokkal foglalkoztak, amik megszűntek abban a két évben. Nekem a legkedvencebb ilyenem az artista bohóc, aki ilyen fesztiválokon dolgozott, így mondta, hogy így, most így... És kitaláltuk, hogy hogyan tud online túlélni. És akkor mi elmentünk abba az irányba, hogy még neki is kitaláltuk, tehát hogy a Bohócovi simán akkor a YouTube ötlet, hogy elfoglalja a gyerekeket, amíg otthon vannak veled. És kifejezetten az ilyen óvis korosztálynak tök jól működött. És mi inkább ebbe az irányba mentünk el, hogy mi segítsünk az embereknek, és akkor adott esetben az év, az direkt pénzügyileg egy ki volt számolva, hogy mennyire forgathatjuk a kormányt mínuszba magunknak, és mennyi úgymond CSR projektet tudunk felvállalni, hogy minél több ember menjen ezen úgy át. És hozzáteszem egyébként ezeknek a nagy része, amikor helyreállt a világrendje, az meghálálta, és visszajött hozzánk ügyfélnek, tehát bőven megért. És nem is volt ilyen indítatás az egész projekt mögött, hanem volt, aki jelezte, hogy jó, akkor mostantól csináljuk komolyan. És tök boldogok voltunk tőle, de volt az ellenpélda, és akkor én kiszámoltam, hogy mennyit visel el nálunk a bankszámla konkrétan, hogy mennyit tudunk visszaforgatni, akár többet is, mint ami bejön más projektekből. Versus, be kell menni a lovira, és akkor megjátszani a... Versus ültem úgy együtt egy asztalnál egy másik ugye? Marketing ügynökség vezetőjével, aki mondta, hogy ők most csapatszinten New Yorkba mennek csapat építeni, mert hogy nem tudják már mire költeni a sok pénzt, amit beszedtek az ügyfelektől. Aha, oké. Okay. Nálam ez nagyon leverte ott a biztosítékot, amikor tehát ez ugyanabban a beszélgetésben hangzott el, amit most elmondtam magunkról, versus ő elmondta magukról. És nekem ezzel voltak etikai, üzleti etikai
problémáim. Ami lehet, hogy az én hülyeségem, és nem vagyok elég kabzsi. Hát igen, ez. De azt gondolom, viszont itt tök nyugodtan tudok lefeküdni, aludni. Igen, RT-t ne csinálj majd, ezt nem szeretik állítólag, igen. Nem, az nem lesz, tehát hogy annyi motiváció nincs bennem, hogy ilyen hatalmas, nagy óriás nevesszünk. Nagyon beszéljük 5 év múlva. Na, tehát még mindig az a kérdés, igen. Bennem még felmerült egy kérdés, ha még itt az elején vagyunk, hogy ugye a YouTube-nál volt egy olyan időszak, amikor bejött az elején, és nagyjából mindegy volt, hogy mit csinálsz, de akik ott csináltak bármit, azok most a top youtuberek. Igen. És nyilván ez azóta ez már nincs így, szóval most már egyre inkább nő a minőségi limit, vagy az, hogy mennyire tudsz Amerikából lemásolni ötleteket. Igen, szóval, igen. Hogy tehát a minőség ez egy kérdés, de hogy... Igen, de a minőség mindenképpen van beugró. Egyrészt nő, másrészt meg ugye vannak ezek a tartalmak, amik le vannak lopva külföldről, amik nem túl minőségiek, és hogy a podcast az hol jár ezen az úton, hogyha még most elkezdem, és mondjuk tolom a, tehát semmiről nem beszélek, de ott vagyok, és minden nap jön egy epizód, akkor lehetek én a podcast iparban a jövőben mondjuk a The VR, vagy tehát a podcast nagyon The VR. Szívesen mondanám, hogy nem, de ha megnézem azt, hogy mik itthon, ha kategória nélkül szűretlenül nézed a top listát, akkor azért a top hallgatottsági számok, azok alapvetően az ilyen gondolkodás nélkül beszélünk műsorok közül kerül ki nagyon sokszor. Ez miért? Ezt beszéljük már meg, ez engem annyira érdekel, mert én pont a TikTokon vagyok mindig kiakadva ezen, hogy megnézek egy olyan előadót, amelyiknek egyszerűen nincsen értelme a mondandójának, ráadásul nem értelmesen beszél, összefüggéstelen, hadar. Nem neked szól. Akkor miért van rajta mondjuk 2 milliós megtekintés? Mert annak a 2 milliónak szól. De várjál, még nem menjünk bele ebbe, de hogy akkor... Van a tömeg. Nehéz úgy kimondani, hogy ne fájjon, igen. Tehát, hogy... Van a tömeg, aki nagyon sokan vannak, nagyon sok mindent meghallgatnak, és nincsenek minőségi elvárásaik. De ennyire? Vagy pedig pontosan ez az elvárásuk. Igen. Igen, tehát hogy... És a podcastnek az a varázsa, hogy nem feltétlenül ezt kell hajszolni. Mert mi is azt gondolom, hogy nekünk alapvetően ha csak a saját műsor felé kanyarodok vissza, nekünk alapvetően nagyon kis meghallgatási számaink vannak, mert olyan témáról beszélünk, ami azt gondolom, hogy hát nagyon fáj, de hogy nagyon kevés embert érdekel itthon a személyes hatékonyság fejlesztés, ami szerintem a szuper szexi téma, szerintem de hogy ezzel kevesen vagyunk így. Igen, tehát itt valami, már ott tartunk, hogy az algoritmust valahogy nem sikerült esetleg megnyerjétek, mert én ebbe beleszállnék. Tehát, hogyha valakit érdekel a hatékonyság, vagy valamit kéne valakit érdekeljen, akkor az a hatékonyság. Hát nem az a baj, hanem az, hogy túl kicsi a célcsoport. Igen. Gondolod? Vegyük azt a 2 millió embert, aki dolgozik. Nem, vegyük azt a 2 millió embert, aki meghallgatja a semmiről beszélést. Ő nem azon fog gondolkozni, hogy hogyan tudnám fejleszteni magam. És akkor itt összekapcsoljuk ezt ez a hatalmas és massza, ez nem... És azért mondom azt, hogy nyugodtan bele lehet állni még a podcast készítésben most is, mert azt a nincs témakört, még nagyon sok olyan témakör van, amire nincs megfelelően jó minőségű műsor. Vagy ha van, azért mindig elkezdem. De igazából a kérdés félig arra is vonatkozott, hogy most, ha még elkezdem, akkor lehetek-e évek múltán mondjuk a Friderikusz mellett, mint top podcaster Magyarországon. Ez annyira sok összefüggés, hogy ezt megmondani szerintem nem lehet. Például az ő személye önmagában ad egy pár százezeres megtekintést epizódonként, tehát hogy ez nem verseny. Tehát az ő 30 év, amit beletett a hazai médiaiparba, valamint lehet vele versenyezni, de nincsen vele semmi. Nem, ugye egy listára kerülhetsz még vele. Persze. Hát, mondom, tényleg azon, hogy nekünk az x ezer meghallgatás epizódonként, vagy havonta, vagy akármi, az nekem konkrétan bizniszt hoz. Tehát, hogy az a legszebb az egészben, hogy nekem nem a 100 000-es meghallgatás kell, hanem nekem 1000 meghallgatás kell, de ezer olyan embertől, aki utána eljön tréningre, adott esetben úgy, hogy egy kanyi szó nem hangzik el a tréningeinkről. Csak jó a tartalom, és utána néznek, hogy ki a túró beszélt erről, és akkor megtalálja egyébként az infót, hogy ja, várjál, tréning is van. És ez a jó a podcastben. Pont a múlt héten jött ki egy amerikai kutatás, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok embert kérdeztek meg, és nagyon messze a podcastet hozták ki a leghitelesebb média elemnek most. Tehát, hogy akinek elhiszik, amit mond, az a podcast. Egyébként mit gondolsz, hogy itt a magyar piac az mennyire hasonló az amerikaihoz? Tehát, hogy úgy érzed, hogy a magyar emberek által meghallgatni kívánt adások, azok itt is hasonlóak, mint mondjuk Amerikában, vagy ott teljesen más kategóriák vannak, és más? Nem, szerintem az ízlés körülbelül hasonló. Tehát itthon is, hogyha témákat kell nézni, akkor
Mik a legfelkapottabbak? Filmes, könyves, ilyen általános érdeklődés, meg a true crime, tehát nagyjából ezek azok, amik a legnagyobbat mennek itthon is, és ez körülbelül pariba van a nyugatival. Itt ott kicsit eltér valami, nem ugyanaz a top 3, de mondjuk a top 3-ból 2 az ugyanaz. És van ilyen hülyeség podcast, ilyen Babies és Bedhead-szerű történet, vagy? Én egy ausztrál párost követek, tehát így magyarban nem találtam még. De az akkor te is nézel ilyet, tessék. De az az ausztrál páros, de ők nagyon, tehát hogy ők nem semmiről beszélnek, hanem bármiről beszélnek, és szétröhögöd az agyat, szinten beszélnek róla. És azért, mert teszem azt a női műsorvezetőnek nem ciki röfögve beleröhögni, ha éppen vicceset egy, tehát hogy az egy annyira őszinte beszélgetés volt, hogy nem mű, nincs megjátszva semmi, és mondjuk humorista, tehát hogy azért az mondjuk segít, de hogy nem úgy van ott, mint humorista, hanem hogy ő csak így ott van a haverjával beszélgetni, és betegre röhögöd magad rajta. Én itthon ilyet hiányolok, tehát hogy nekem van egy-két kedvencem, akik ilyenek itthon, nem mindig, de hogy pont azt szeretem bennük, és így napszaknak megfelelően hallgatok podcastet. Őket például mindig nap végén szoktam hallgatni, hogy így szépen így lesimítják a napomat, kisimítják a redőket az elmémben, hogy így tényleg... Oké, így megjöttem. Lehet spoilerezni? Hogy kiket hallgatok? Mm-hmm. Én a Spagetti Lakóautó podcastnek a hatalmas nagy rajongója vagyok. Wow. A név alapján ne ítéljetek, hanem ők tényleg beszéltek politikáról, beszéltek állatokról, környezetvédelemről, szenteltek egy adást a betonnak. Az állatok meg a politika ugye gyakorlatilag. Tehát, egy kategória. Mindegy, hogy miről beszélnek. Megsértettük az állatokat szerintem. És ők például nekem a legjobb példa arra, hogy nem a nagy számok kellenek. Ők harmadik éve csinálják a podcastet, és a 100. epizódot azzal ünnepelték meg, hogy ez egy 24 órás élő közvetítés volt a Budapesten a Bikás Parkban a Jónás kézműves sörözőből indult, utána kint a füvön ért véget, amikor bezárt a pub, és 24 órán keresztül livestreameltek, és mindig volt, és kimentem, és ott voltam velük egy pár órát én is, de 24 órán keresztül ott volt körülöttük a hallgatóság. Tehát sose voltak ketten, sose voltak kevesen, és egy ez az a hallgatóság, amit ki lehet nevelni, meg el lehet érni a podcasttel. Tehát hatni tudsz podcasterként, és ezt észre kell tudni csinálni. És én azt látom, hogy itthon vannak jók műsorok, akik szeretnének hatni, és nem csak a pénzt látják a hallgatókban. Viszont megvan a másik oldala is, hogy mivel kezdünk felfelé ívelni, és kezdenek meglenni azok a sztárok, akik podcastből mondjuk már most meg tudnak élni adott esetben. És itt van minőségi romlás. Tehát látszik, hogy az a műsor, ami felvitte azt a podcastet, most, hogy megcsapta az a szél, amitől boldoggá is vált anyagilag, az leviszi a műsornak a minőségét. És ez nekem podcast készítőként ez tökre fáj, hogyha végre vannak sikeresek, azok ne hagyják már abba azt az irányt, meg azt a hozzáállást a műsorhoz, ami sikeressé tette őket, csak azért, mert most az influencer. Nálunk ez azért jó, mert mi ki vagyunk égve, nem? Tehát és akkor itt már ezt nem tudjuk elrontani. Bocs. Egyébként itt még gyorsan, mielőtt még tovább lépünk, hogy mondtad, hogy van olyan podcast, ami még itthon nincs. Tudsz mondani pár ilyet, hogy mi az, amiből még hiány van? Én csak tudok, olyat, ami nincs, ami tudok, csak hogy mondjak, például Twitch-en is az élőadásokból a Just Chatting, ami csak ilyen beszélgetős műsor, az hatalmas hiány van a magyar interneten. Van is kész. De például a reggeli műsorok kezdenek most feltöltődni, azokban már talán nincs akkora hiány, de... A reggeli műsorok egyébként, azok szerintem pont... Egyébként nagyot mennek podcastben hallgatottság szempontból is, pont azért, mert on demand meghallgathatom bármikor, és nem kell, hogy legyen egy rádió nálam, ami nálunk már csak a kocsiban van. Tehát, hogy... óránként 45 perc reklám időjárás jelentés, és nettó hülyeség van benne, igen. De pont elveszti a varázsát. Tehát az, hogy reggel kapok friss infókat, friss poénokat, egy friss beszélgetést, azt szombat este az előző hét kedd reggeli műsor, az már nálam nem üt akkorát. Tehát, hogy én például ott lepattanok. És ami szerintem jó tud lenni, azok inkább a szakmai műsorok, az egészségügyi témákkal méltatlanul keveset foglalkozunk podcastban. Pedig a podcast hallgatók alapvetően az edukáltabb, önmagára, környezetére jobban odafigyelőbb, anyagi szempontból jobb helyzetben levők szokták hallgatni. Ezt föl se tettem, tehát ezekről beszél ma mindenképpen, tehát hogy mi neked a... Jó a hallgatóknak a minősége, mondjuk így. És az egészségügyi témák, a nagyon-nagyon szakmai témák, tehát jogászat, építészet, orvostudomány, tényleg ezek mind olyan témák, amikre nem nagyon van verseny, vagy ha van minimális,
Azt nagyon várom. Azt nagyon várom. Az a kedvenc új műsorom lesz. Marhatartók beszélgetnek egymással, és most tegnap adtam le a vizuális arculattervet, amit kitaláltam nekik. Remélem nem az lesz a címe a podcastnek, hogy marha jó, mert akkor én... Már az. Ez lesz a címe? Nem én adtam, de azt hiszem ez lesz, amúgy igen. Ne. És amikor a hígtrágya, nem tudom, milyen ízéjéről beszélgetnek, és olyan, tehát nem hiszed el, én ugye hallgatom végig. Végigültünk egyet. Hogy basszus, nem tudom, nem, bármit mondhatna a srác. Tehát, hogy tényleg van két műsorvezető, és az egyikük tényleg egy picit jobban menedzseli a sztori, de ő szerint bármit lehet ültetni, én ezt meghallgatnám. Tehát, hogy el tud vele poénkodni, és nem azt hiszem észre, hogy már vége a legviccesebb az egész az, hogy érdekes volt. Aha. Tehát, hogy a marha tenyésztők beszélgettek, és én úgy ültem le, hogy ezt most így bezárom magamat a fejemben, és akkor így zenben, profiként végig. Micsoda meló lesz ebből bármit is fölfuttatni, és erre majd és mindenki kíváncsi lesz. És tök érdekes volt, és azt vettem észre, hogy felnézek a laptopból, és hallgatom a beszélgetést, és tök jó volt, és tegnap adtam le az arculati tervet, kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert ebbe szakértük. Viktor már lehúzta a címet, de majd hogy kizárjuk. De az első dolog, ami esetben jut, nem vár. Mi lehet az a kapcsolódási pont, ami egy viszonylag száraz marha tenyésztő, marha témát, hogyha belemosol. Hamburger. Akkor, egy jó irány, egyébként egy jó irány, hogy mivel mosnátok össze, hogy egy hétköznapi embernek ez egy érdekes dologgá váljon, a száraz marha tenyésztők vagyunk podcast beszélgetés, hogy mi legyen az arculata ennek a műsornak. Hát egy véres steak egyébként, ami ott... Tehát a kaja, az megfordult az én fejemben is, végül másik felé kanyarítottam el. Most a tej. Várom a visszajelzést. De nem kaja. Tehát, hogy nem élelmiszer lett a választottam, hanem mi lehet még? Hát a Milka csokinak az izéd, az le van már védve, érted? Az le van védve, nem. Hát a ez a kettő, az is kaja egyébként. Marhákhoz a hagymásbab hazája vagyunk, és csináltak 35 darab western filmet a kedvenc hősünk, úgyhogy a western és a cowboy témával mostuk össze, és ez lett az amúgy, új irány. Amúgy tényleg adja magát, de amúgy én itt megragadtam. Éhes vagyok. Country zene, ördögszekér, tehát, hogy így... Aha. Kicsit így beütöm, mert kíváncsi vagyok, hogy ez lesz a végleges irány. Ha nem, akkor hamburger felé fog. úgyhogy mindenről lehet jó beszélni, nem mindenről érdemes, de viszont, hogyha érdemes róla beszélni, akkor adjuk meg a módját. És higgyél benne. Tehát igazából ez az egy elvárás van, hogy ha nem látod magad előtt azt, hogy ezt egy év múlva is szeretnéd csinálni, akkor ne kezd el. Na ez egy fontos, és azt láttam egyébként nagyon sokat, nekünk is, nem tudom. De Gábor, mióta beszéltünk, hogy mi elkezdjük a műsorban? Hát nagyon régen, mi már 6-7 éve, vagy bár 8 éve beszéltük ezt, és... Két évig csak így ötlet volt, és amikor konkrétan megvolt már minden, a kamerák, az adásmenet, százvalány adásmenetet írtunk össze, és csak egyre nőtt, tudod, addig is csinálsz valamit, hogy már ezzel foglalkozol, de még nem indulunk nem, el. Nem csináltam meg. Igen, amíg az első adást föl nem vettük, az egy nagyon hosszú idő. Igen. És az első adás is milyen rosszul sikerült? Nem, az... De mondjuk ki őszintén. Van, aki sokat az kellett elsőt, vágni, azt nem rakja de, ki. De mi kiraktuk. Van, aki nem rakja ki. Nekem is kint van az első podcastom, azt néha vissza szoktam hallgatni, hogy így hogy beszéltem, hogy intonáltam, milyen szar a hangminőség egyébként. Tehát, hogy így megvan a kontrollpontom az, hogy honnan kezdtem el ezt az egészet csinálni. És nem tudom, most már ilyen 150-200 podcast epizóddal magam mögött, meg így még mindig nem vagyok elégedett egyébként. De hogy azért jó látni a fejlődési görbét az egész mögött. Durva mélységei vannak egyébként, én is 4 év után tudom mondani, hogy mennyire más ez, mint az egyéb elfoglaltságok, tehát amit mondjuk az oktatásként vagy előadásként tart az ember, így gyakorlatilag beülsz megint a rajtkockára és elindulsz. De nem baj, ez a szépsége. De érdekes egyébként, mert például én tartok egyéni oktatásokat, és úgy fura, mert azt gondolom az ember, hogy ha az emberekkel jól megérteted magad, és könnyen kommunikálsz velük, akkor ez egy tök jó dolog. Hát és könnyű, kész vagy, beszélgetünk, és kész. És az a vicc benne, hogy amikor többen vagyunk egy adásban, mi általában hárman vagyunk, néha 4-5-en, amikor vannak interjús adásaink, és ugye a vendégeink, amikor beszélünk, Roland feltesz egy kérdést, Viktor feltesz egy kérdést, én is felteszek egyet, és közben eszedbe jutnak kérdések. De akkor nem tudod feltenni, mert nyilván megvárdunk befejezi, de közben még valaki belekérdez egyet, vagy hozzátesz valamit, és már elfelejted, mit akartál kérdezni. Nekem is ez de idő már nincsen rá, hogy megkérdezz, és akkor próbálsz kapkodni egy picit, hogy gyorsan még hozzáteszed azt a kérdést, de már rosszul ejted ki a szavakat, már nem jól intonálsz, már nem úgy jön ki az egész, ahogyan szeretted volna. És tök fura, hogy egyébként, amikor egyedül egy magadba beszélgetsz valakivel, ezek a problémák nem jönnek elő. Tehát amikor 2-3 vannak egy műsorban, akár 4, az a legnehezebb. Az a legesleg. De az moderátor oldalról a legnehezebb egyébként. Mindig azt szoktuk mondani, hogy ha már 4-en vagytok, akkor már olyan ember üljön be műsort vezetni.
aki tényleg ki van emelve a többiek közül, és megvan benne a képesség, hogy valahogy... Sokkoló van nála. Jó megvan, de tehát, hogy elérje nála a többiek, van, nála van a hangkártya, és lenémítja a többieket. Egyébként... És megadom a szót. Én szoktam fenyegetőzni. Persze, beszélgessünk csak... Házelnök úr, szót kérnék. Igen, lejárt a kétperces interpeláció. Az a jó, hogyha olyan a keverőpultot, nekem a Roadcaster Pro-ból van a második széria, és abban meg tudom csinálni azt, hogy a résztvevők azok beszélgetnek tovább, de ha megnyomok egy gombot, akkor kifelé csak a hostnak a hangja megy. Tehát, hogy ők nem veszik észre, hogy őket már nem hallgatja senki. Oh. De ezt nem tudták eddig. Very typical. Úgyhogy lehet nyilván ilyen... Bocsánat, nekem kivágjuk ezt a részt, vagy? Nekem még egy gyors kérdésem lenne. A minőség alatt beszéltünk arról, hogy vannak a minőségi hallgatók. Minőségi hallgató alatt szerintem azokat érted, akik fizetőképes vásárlási szándékkal vagy keresettel rendelkeznek, tehát hogy van pénzük elkölteni, és akarnak is költeni. Tehát nyilván ezeket érdemes külön választani, mert a hallgatók, beszéltünk ugye egy 2 milliós csatornáról, ahol rengeteg a hallgató, de igazából értelmetlenségről beszélnek, és nyilván nem feltétlenül tudod monetizálni magát az adást. Vagy tudod? De, tehát hogy a nagyobb hallgatóságot az könnyebben tudod monetizálni is. Azért, mert többen vannak, vagy miből? Kevésbé edukált a hirdetői bázis. Tehát, hogy, és ez nem a hirdetőknek a hibája, teszem hozzá. Ez az én hibám, meg azoknak a hibája, akik a kapocs vagyunk a podcaster és a hirdető között. Nekünk kell edukálni a piacot azzal, hogy oké, van egy 2 milliós meghallgatás. Egy mosópor reklám most. Ennyi. És akkor megvan a megtérés. Ha már erről beszélünk. Ehhez akkor... Fölevesz egy zacskó. Ehhez sok sikert kívánok akkor. Mert ez az influencer iparágban, ez még sok-sok éve nem sikerült még ezt meglépni. És egyébként ennyi, tehát hogy egy szponzor megjelentése az epizód elején, ami mellé hallgatottsági számokat tudsz odarakni, sokkal könnyebb. Amikor azt mondom, hogy meg fogják hallgatni ezt az epizódot 1000-en, akkor így csak így néz mindenki, hogy 1000. Hát CPC-ben egy 10 perc alatt többet el lehet érni. Csak semmit nem ér. A töredék összegéből. De ott jön vissza az, hogy akik a podcastet hallgatják, azok hogyan viselkednek, és akik a YouTube videót nézik, hogyan viselkednek, meg akik úgy látják a tévéreklámot, hogyan viselkednek az adott tartalommal szemben. Csak még mindig ott tartunk, hogy ránéznek egy YouTube fiókra, és látják, hogy 1 millió követője van, akkor odaadjuk a pénzt. Mert ott sok követő. Hát, és ez nem az ő hibájuk. Azért mondom, hogy sok sikert az, hogy ez változzon, mert nem változik. Péter Ajtla a világ szemén. Most például rengeteg... Támogatunk, várjuk a végére. Egy marketing ügynökség egyébként jól tudja edukálni a megrendelőket. Én azt gondolom, hogy azért nektek van benne felelősségetek nyilván, hogy ők jól tudják elkölteni a pénzüket. Mert lehet mondjuk egy Instagram oldalnak akár 2 millió követője is, hogy egyszerűen annak a 80% az külföld, és értelmetlen hirdetni nekik. Ugyanez mondjuk egy YouTube csatornál is ugyanígy megvan, egy Facebook csatornánál is, egy influencer ugyanez. Már mondjuk TikToknál annyira nem, mert én mondjuk nézek külföldi TikTok videókat, de például nagyon sok magyart követek, és specifikus tartalmakat gyártanak, tehát én azokat megnézem. És azért nézem, azért követtem, mert érdekel, amit csinálnak, és fel is dobálja ugye maga a TikTok, és ezt pont egy adásban elmeséltem, hogy a TikToknak szerintem az algoritmusa most jelenleg sokkal jobb, mint a Facebooké, meg az Instagramé, meg akármelyik másiké, sokkal relevánsabb tartalmakat ad be nekem, és pont ma dühöngtem rajta reggel, képzeld el. YouTube-on szoktam nézni ilyen poénos videókat, és bekövettem egy, nem tudom, 40-50 csatornát, és 5. videónak vissza ugyanazt, amit megnéztem. De többször. Szép. Tehát ez egy röhely, hogy egy YouTube ilyet megcsinál. Ezt valaki mesélt, és meg kell nézze. Akkor megnézem, és akkor elment onnan. Ennyi? Nem nézted meg eléggé. Igen, megnézed, és akkor elmegy. Akkor nem fogja többet. De nem. Hát nyilván láthatunk rajta, mert már láttam, tehát minek nézem még egyszer, és ugyanúgy feldobálja, de harmadszor is feldobálja. Tehát ez legszomorúbb benne, hogy mit csinál a YouTube, tehát milyen algoritmusa van. Az van, hogy a TikToknál szerintem egy 4 millió kínaiét kézzel csinálja neked a profilokat. Szerintem ott egy normális algoritmus tudtak írni, a YouTube meg nem foglalkozik vele annyit. Hát alapvetően ugye a YouTube-nak az algoritmus az ugyanazon az elven működik, mint a kereső algoritmus, tehát hogy azért ami YouTube, az is Google alapon működik. De valahogy mégsem jó. A Google-nak az eredményei sem feltétlenül jók. Pont tegnap beszélgettünk mi is ilyen üzleti beszélgetés keretében, hogy most mi történik a Google-nak a keresőjében, így ilyen AI kapcsolódási pontokkal kiegészítve, és ugyanez igaz a YouTube-os vonalon is. Tehát, hogy az az elv, ami működik, az inkább a kereső eredményekből megy át szerintem a YouTube-ra is, tehát hogy azt az elvet viszi, a TikTokos vonal pedig tisztán videó, short video, tehát hogy az arra lett megalkotva, és nyilván ez sokkal dinamikusabban, sokkal nagyobb eléréssel, meg most ilyen nyilván az a trend, hogy ott sokkal több a tartalomból lehet válogatni. És azért az, hogy már tavaly nyáron megvolt az a riport, hogy
többen kerestek információt a TikTokon, mint a Google-ben. Tehát, hogy már kereső motornak... Ez nekem kimaradt. Kereső motornak többen használtak vissza, a TikTokot. Ez vissza van igazolva? Mert ugye a kereső motor, második számú kereső motor a YouTube, nem? Azt hiszem a második a YouTube, igen. Igen, de tavaly már volt olyan hónap, amikor a TikTokon több keresés futott le, mint a Google-ben. TikToknak borzasztó a keresője. De miért? De nekem teljesen jól működik. Rákeresek valamire, és totál nem lesz ott, szóval hamarabb hát, találom meg Google-ben. Amiért jobb tartalmakat kapsz, az a sok tartalom, amiért szarabb keresési eredményeket, az a sok tartalom. Az egyik a YouTube-ban, ha keresel, akkor sokkal hamarabb találsz célányosan nagyon hasznosat. Egyébként meg, ha csak pörgeted, akkor a TikTokon meg a hatalmas választékban az algoritmus sokkal szebben tudja testre szabni. Yeah. És most egyébként te melyiket tartod a legideálisabb platformnak, hogyha valaki elkezd foglalkozni egy podcast gyártással, akkor azt hol érdemes? Hát attól függ, hogy kinek. Tehát, hogy ha nagyon, függő. Ha beállok a sorba, akkor azt mondom, hogy annyi a TikTokra, mert mindenki ott van. Én nem érzem magaménak a platformot, és mondjuk lehet, hogy azért... Te is boomer vagy, azt mondta nekem is. Igen. De TikTokon nincsen, mert ott maximum promózni tudod, nem? De sorcokkal. Hát azt szoktuk mi is, tehát hogy csak a ellogom. Vagy most van hosszabb, tehát egy podcastet föl lehet már rakni a TikTokra? Fel. 10 perc, azt hiszem. Nem. Hát 10 perc, egyébként most vettem fel erről pont videót, most növelték 30 percre. No. Az már rövid epizód. 4-5 részben felrakjuk. De úgy is a TikTok algoritmusnak ez a part 1-2-3-4, ezt a kérdésre megfelel. 4-szer fél órában, amit ti is belefért. Most elkezdik majd erőltetni egyébként a fekvő formátumot. Már csinálják. És hogyha hosszú videót raksz, akkor 72 órás boostot fogsz kapni. De tessék. Bocs, most egy gyors kérdés. Ez akkor a fekvő formátum, ez azért érdekes, mert eddig nem jutott eszükbe az embernek, hogy el kell fordítani a mobiltelefont. Tehát, hogy de mi egyébként... Nem értem a koncepciót. Ez volt az eddigi reflex. Igen. Most azért néznek engem hülyének, mert fekve fotózok. Abszolút, abszolút. És de figyelj, ez volt a kedvencem, amikor a Batman így pofán vágja Robint, hogy videó fekve van, 16-9, te idióta, dír egy pofon. De most őszintén, most így néznek ilyen videókat, és pont az egyik csatornának kiakadtam, héttel ezelőtt talán, hogy felvette ugye fekvőben a cuccot, és feltöltötte, és odaírták, hogy de hülye vagy, el kellett volna forgatni, vagy ki kell bele vágni, nem lehet feltölteni, és odaírta, gyerek, döntsd el a telefon. Tehát, hogy mi a fene van az emberek, hogy ennyire megbutultunk? De egyébként pont... Nincsenek hozzászok, hogy lehet ott elforgatni, hogy van. De nem vette észre, hogyha eddig itt tartott, és most itt tartja, akkor jó. Tehát, hogy nem. Ez azért nem egy atomfizika, úgy gondolom. Amúgy pont ez benne van a videómban, hogy egyébként felhasználó élmény milyen lesz, hogy így görgetsz, a fekvő videó, elforgatom, görgetek tovább, a izé videó, szóval, hogy ez... De ez miért zavar? Igen. Jelennek hát szerintem azok kényelmetlen lesz. Nekem van egy ilyen... Ne, én már tudod. Nem kinyitható telefon. Elforog. Tehát, hogy tartod, és majd ő forog, amilyen tartalom jön. Olyan teló kell, mint ami neked van, mert így nézed állóban, és amikor látod, hogy feküld, akkor csak szépen szétplatjítod, és akkor persze. Nem, alapvetően nyilván ennek megvan a veszélye. Nekem van egy app a telefonomon, én ilyen személyes productivity témában elmerültem úgy 10 éve, és még nem jöttem ki. És például a social media fogyasztásomat igyekszem azért kordába tartani, de social médiával foglalkozom többek közt munkában, tehát nem tehetem meg ilyen, hogy ilyen blokkolókat rakok, hogy jó, most 2 óráig nincs Facebook, és fölhív egy ügyfél, hogy lépjek be. Beszéljünk ebéd után. Igen, mert most ez nem az működik. Ami most kezdődik. De az app, amit használok, arról én is csináltam YouTube videót. No. Az csak így ad egy ilyen lélegzetvételnyi szünetet, hogy gondold át, hogy valóban tényleg akarod-e használni most. Tehát csak egy pici szünetet bele. Egy matek példát meg kell oldani, egy ilyen integrálás, deriválás. És vannak benne egyébként, ilyenek vannak, hogy csak egy lélegzet, egy matek példa, kövesd a pöttyöt az ujjaddal, vagy van olyan, hogy körbe kell forgatni, és a giroszkópot... Az, hogy látom magamat, amikor így reggel felkelek korán, és menj a metrón a csávó, és keresi az elindul a napom, akarok egy pár Facebook posztot átpörgetni, és ilyen reggel félállomban, ahogy én forgatom a telefonomat, így látom, ahogy ripityára van törve. Tehát azt kikapcsoltam, nekem ez a lélegzetvételnyi szünet, és akkor van ilyen statisztikám, hogy valami egy év alatt ugye másfél hetet spórolt meg nekem az életemből, amit lélegzettel töltöttem. Tehát úgy utána azt mondtam, hogy jó, végül is adjuk a francba, és akkor mentem tovább. Másfél hét per év. Ez nekem tök jó volt. És ezt a forgatással, pont ezt a hatást látom magam, hogy a TikTokban egy oda-vissza kell forgatni, hogy úgyis el fogom dobni a telefont. Tehát, hát vagy nem fogod forgatni. Tehát, hogy úgy fogod akkor nézni kicsibe. Vagy tovább mész, és azt mondod, ez megint ilyen, és hagyjuk.
Igen, ezek a T-alakú telefonok jönnek, tudod, mint a, az új Star Wars izében a... De volt egy, amelyiknél ki tudtad pattintani fekvőbe a Fed lapját. Na nem igen, tudom, melyik gyártó csinálta. Talán az... LG. Valószínűleg. Minden hülyeséget ők csinálnak, igen. Na mindegy, ez majd kiderül, hogy bejön-e nekik. Az viszont vonzó, hogy 72 órás boost. Tehát én is fel fogom tölteni ezt a YouTube videót, ami erről szól. De az működik az fel is. Fog menni. Tehát az a Spotify már azért bebizonyította, hogy az első egy hetes boost, ez nagyon-nagyon megéri. Mert hogyha új podcastet indítasz, vagy ha most új podcastet indítasz, akkor érdemes úgy készülni, hogy legyen egy teaser, és akkor azonnal viszonylag egy-két napon belül az első pár epizód is kerüljön föl, mert az elején minden új műsor, az kap boostot. És ezt tökre megéri kihasználni. Itt is bőven. Én már mentem le akkor a fél órás epizód verziókat belőle. Bekészítem. Nagyon, nagyon nagy kanyart mentünk. Az eredeti kérdésre még egy utoljára vissza próbálnék térni. Te mit látsz, hogy milyen árbevételű, forgalmú, struktúrájú cégek azok, akik ők maguktól keresnek meg titeket? Tehát vagy egyáltalán a piacon keresnek egy ilyet. Tehát eljutottak már arra a szintre, hogy oké, ez nekünk valószínűleg kelleni fog, nem a marketingesünk meg a full service ügynökség nyomta le a torkunkon, hanem ez nekünk valószínűleg kelleni fog. Változó, mert egyébként vannak nagy ügynökséges partnereink, akik a nagyon nagy ügyfeleket hozzák be, mert a marketing büdzsébe elkezdték ők beépíteni. A skill ott nincs meg, viszont ismernek adott esetben engem, és akkor így össze lehet hozni egy nagy éves marketing tervet, amiben van plakátkampánytól kezdve podcastig minden. Abból szerintem egyre több van, mert elkezdi beedukálni magát az embereknek a fejébe a podcast, hogy mi mindenre lehet ezek használni. Ezek a nagyon nagyok. Tesco, Bosch, ilyesmi. Simán. Menjünk egy lejjebb. A KKV szektornak mondjuk a közép és felső rétege az, aki szerintem a legaktívabban csinál saját műsort, mert náluk már van akkora költségvetés, hogy tudnak hosszú távú stratégiába investálni. És azért mondjuk egy podcastnek a megtérülési ideje azért szerintem egy év felett van. Még akkor is, hogyha aktívan bekerül a marketing kommunikációs feladatok közé, és hogy a podcastet tolni kell, mert fontos, hogy ott legyünk mindenhol. Akkor is azért érdemes ilyen egyéves időszakokra mindig tervezni. Az első egy évben igazándiból hallgatókat akarunk szerezni, nem szélszelni, és utána a hallgatóknak kell edukációs vagy érdekes tartalmakat biztosítani, amiknek a hátán meg tudnak valósulni az értékesítési, márkaépítési célok, és akkor itt a PR az, ami még bejön a képbe, ami a megfoghatatlan érték mindig. Tehát, hogy most csinálunk egy PR kampányt, elköltünk 2 millió forintot mindenféle megjelenésre, hol fog megtérülni? Fogalmat sincs. Mutasd meg, hogy ez most honnan csinálni a neten, hogy az a baj, hogy egyébként megtérül. Tehát ezt sokan hiszik az emberek, hogy erre nem érdemes költeni, de én szerintem pont, hogy érdemes. Ez mindig az a dolog, hogy az emberek fejébe bent vagy, folyamatosan látnak, tudják, hogy te ki vagy. Mindig szóba kerül valami, amivel majd elő fogsz kerülni, és szerintem, hogy ez a legmélyebb, mert nem egy direkt hirdetés van, hanem mondjuk bekerülsz. A PR kampányoknak van értéke, meg haszna, nem mérhető. Tehát azt mondom, hogy az Excel táblában, ha odarakok egy PPC kampányt, hogy elköltöttél ennyit, kattintottak jó, ennyien, és ennyi bevételed lett a végén, ez egy Excel táblában benne van, versus egy márkaépítő kampánynál le tudom vezetni, hogy hányan kerestek rá a brandre, meg tudom nézni azt, hogy hányan jöttek be konkrétan azzal a brandnév kulcsszóval az oldalra, tehát ezeket meg tudom mondani, mert kereső optimalizálással foglalkozok 10 éve, tehát hogy nekem az volt a fókusz területem így az egész cégen belül. De ez sem direkt értékesítés, meg azt sem tudom mondani, hogy ez a PR kampány miatt ugrott meg. Ott kell egy tapasztalat és vagy hit az egész mögött, és a podcast ezen a vonalon jön. Amit meg említettél te, az meg a KKV alatti szint, én azt gondolom, hogy a KKV-nek a zajja és a mikrovállalatok, meg az egyszemélyes cégek tanácsadóknak a szintje, ahol azt tudom mondani, hogy PR értéke van a podcastnek, mert a ma szakmai márkaépítésre, a podcastnél hitelesebb, jobb, könnyebben eladható műfaj nincs. Foglalkozhatsz bármivel. Tehát lehetsz állatorvos, szobafestő, mázoló, kőműves, podcaster, coach, tanácsadó, bármi. A podcasten keresztül egy olyan eszköz van a kezedben, amiben el tudod hitetni az emberekkel, hogy te értesz hozzá.
illetve meg tudod mutatni. Elhitetni, igen, ezt akartam mondani. Nem. Azt majd eldönt, hogy másfél-két órás adásból lejön, hogy te most fékeled vagy nem. Vagy főleg egy több év főleg egy-két szakértő, hogy is bekommentálja, hogy mennyire tesz hozzá. Hogy hülye vagy-e hülye. Viszont egyetem voltál, amire én is mindig fölhívom a figyelmet, ami rettentően fontos, és ezt szintén nem szokták beleszámolni a megtérülésbe, ez pedig a recruit. Milyennek a... Tehát, ahogy be tudsz vonzani munkavállalókat majd a csapatodban, meg a cégedbe. Tehát azzal, hogy te a cégedet megmutatod, hogy milyen nálatok a vállalati kultúra, ti hogyan gondolkoztok, milyen dolog nálatok dolgozni, meg ügyfélnek lenni, ez ugyanúgy ott a mondjad, milyen magyar szó erre a HR tevékenység. A toborzás, köszönöm szépen. Magyarok. Gondoltam, még várok egy kicsit, mert jó volt. Látod, hogy izzadok meg minden. Na, tehát, hogy a toborzásban nagyon durván tud segíteni. Nem csak ott. Mi ezt más oldalról szoktuk megközelíteni. Nekem az egyik legkedvencebb témám a podcastelésen belül, vagy a podcast készítésen belül, amikor azon gondolkodunk, hogy egy cég azért csináljon podcastet, hogy a saját dolgozóinak csináljon tartalmat. Ja, igen. Ez a leendő kollégáknak. De a meglévő kollégáknak, tehát egy employer branding kategóriájú tartalomnak nagyon jó, amikor azt tudom mondani, hogy egy nagy RT tényleg, amikor több száz, több ezer dolgozó van, le tudjuk hozni az elnök vezérigazgatót egy olyan szintre, hogy beszélgetnek vele gyakorlatilag a dolgozók helyett, és így meg lehet ismerni adott esetben annak a vezérkarnak az emberi oldalát, és a motivációit a emberi oldalról, és a motivációit szakmai oldalról, hogy közelebb legyenek ők hozva azokhoz a menedzser szintű emberekhez, akik fluktuálnak viszont. Vagy bárkihez a cégnél. És a fluktuációt lehet megállítani, vagy legalábbis nagyon nagy mértékben csökkenteni a cégnél, és azért mindenhol, ahol HR szakemberrel én az elmúlt másfél évben beszélgettem, nem az új munkaerő szerzése az elsődleges cél most, hanem az, megtartás. Hogy igen, el ne menjen az, aki már itt van, aha, mert egyszerűen nagyon nehéz most jó munkaerőt szerezni, tehát aki van, az viszont maradjon, és nem elég pénzzel motiválni az embereket. Az csak egy szempont. A legtöbb kutatás kihozta, hogy amikor az összes szempontot sorba kellett állítani, általában az anyagi javak meg a fizetés az a harmadik, negyedik helyre kerül. Tehát sokkal fontosabb, hogy mondjuk a... Légkör nagyon fontos, az, hogy milyen munkatársaid van. Gyomor görcsei, hogy hogyan bánnak veled, vagy... hogyan beszélgetnek veled. Tehát ha úgy mész be a munkahelyre, hogy én ott szeretek dolgozni, így van, az neked pénzt ér. Ez így van. Még sokkal kevesebb pénzet is oda fognak menni dolgozni, így mert van, jól érzik magukat ott abban a környezetben. Akkor és jött a Covid, és mindenki otthon maradt. És ott még fontosabb lett az, hogy ez a munkahelyi légkör megmaradjon, mert eltűnt a közös légkör, amiben össze voltatok zárva, és mégis meg kellett valahogy tartani azt, hogy mi pár pedig mégis ezt a logót visszük a hátunkon minden nap. Jött a mosás, főzés, meg az alsógatyában mászkáló nagypapa a háttérben, igen. Ahol podcastet tudsz hallgatni. Tehát, hogy... Jaj, igen, például. Elküldök 6 e-mailt, utána belögöm a cégem podcast legfrissebb adását, és akkor hozzá elmegyek főzni, és mégis munkahelyi dolgok mennek a fülembe. Jó, ez meg két élő fegyver, mert akkor meg ránézünk a következő, nem tudom, ilyen tankos videóra, és aztán már azt hiszed észre, hogy este 80. Podcast, ezt hallgatod, főzés, mosás, mosogatás közben, tehát pont ez a szép, hogy más nem tudsz csinálni. Úgyhogy az is egy nagyon fontos eszköz a márkáknak a kezében, és ezért jó komplex módon kezelni, mert akkor itt most ugye beszéltünk marketingről, PR-ról, és akkor tegyük mellé a belső kommunikációt. Oké. Okay. Jó, így már teljesen össze, akkor összeállt a kép. Ezt meg azért nehéz úgy berakni tényleg egy ilyen éves marketing büdzsébe, hogy mutasd meg, Péter, ez hol fog megtérülni? Igen, ez egy jó kérdés. Aha, oké. Okay. De így, ha van időtök már, és megfelelő oldalról nézik ugye a partnercégnél, akkor ezeket nyitott fülekre lehet találni. Igazándiból, ahol azonnal el lehet adni, és ezt a kérdést úgymond meg lehet kerülni, mert nem éri meg kikerülni azért, de árnyalni lehet a költségnek az élét, az, hogy ha van egy podcast műsorod, akkor a social media költségeit csökkenni fognak, meg kevesebb tartalmat kell előállítsál. A belső kommunikációs feladatkörök csökkennek, mert eszközt adunk nekik, amivel tudnak kommunikálni befelé, a PR-osok kifelé. Tehát igazándiból az a multiplikálhatóság, ami egy podcasttel a kezébe kerül egy cégnek, az a befektetett összegnek a fájó részét, az feldarabolja 6 területnek gyakorlatilag a munkájába beépíthető módon. Mintha te kifejezetten célzottan mondjuk szeretnél egy kampányt, hogy mondjuk shorts videókat készítsél, vagy menedzselt valamilyen belső hálózaton keresztül, hogy legyen a fluktuáció, igen,
vagy ezeket a céges projekteket, meg projektnapokat kitalálni, hogy mindenki után, hogy akkor igen, menjünk el. Az egy jó stratégia, amikor azt mondom, hogy ezeket írják össze, tegyék egymás mellé tök különállóan ezeket a tételeket, és tegyük oda a podcastet, amiből az alapköltségnek a töredékére előállítható egy mutált verziója annak a tartalomnak, és akkor az eseményszervezés, a belsőkon, külsőkon, marketing, PPC, plakátkampány, amit akarsz, ezeket egyesével külön fizest ki, vagy fizes ki egy csomagot, amiben egy jól felhasználható tartalom az alapja ennek az egésznek. Ezt még így is sem néztem. Mondjuk nem akarok a podcast ellen beszélni, de hogy azért nyilván egy podcastből kivágott rövid videó nem lesz olyan, mint amit külön arra a célra magad, igen, írsz meg, tervezel, forgansz le, stb. Sőt, arra építesz rá egy visszatérő csatornát. Hát akár. Hogy nem, tehát nyilván az, hogyha, azt mondom, hogy más a költsége viszont. Hát igen. Tehát, hogy azért, ha csinálsz egy forgatott videót, az nem baj, ha körbe van ágyazva olyan tartalmakkal, amikkel körbe lehet venni, és akkor gyakorlatilag az egyik tudja támogatni a másikat is. Ez nem mindegy, egyébként igen. És megint alacsonyabb költséggel tudsz olyan támogató tartalmat, ami a drága tartalmadat viszi följebb. Hát igen, így van értelme. Igen. Csak ez most már, hogy így beszélgetünk róla, azért én is érzem, hogy elkezdenek a csomók így begyűrűzni az én fejemben is, hogy akkor ezt összekötni azzal, amgam azzal. Én ezt a részét élvezem, tehát hogy nekem ezzel nincs gondom, én azért foglalkozok általában a stratégiai dolgokkal a podcastelésen belül is, mert tudok vágni, nagyjából tudok beszélni, de hogy nem abban vagyok a legjobb a csapaton belül, hanem inkább ennek a beépítésén, hogy miért éri meg adott esetben. Ezért kellett podcastelni. Egy saját módszertan, hogy ezeket mindegybe tud tartani, de erről majd később visszatérünk. Még egy utolsó podcastekről. Mit lehet tudni most? Milyen kék utcákba úszunk? Hány darab magyar podcast van most, és akkor vonjuk össze a videós meg a hangos podcasteket. Tavaly januári a legfrissebb kutatási eredmény. És ott tavaly az a legfrissebb. Tavaly január. Basszus. Ott akkor az volt, hogy 681 műsor van, ami magyar, és fut. Tehát most mennyi lett 8? És a fut alatt mit értenek, hát, hogy évente egy epizód fel van töltve bizonyos időszakonként, annál gyakrabban, de hogy fel van töltve gyakran epizód, és tehát élő tartalmak, mint nekem az egyik podcastem, ami mondjuk másfél éve hallgat, az mondjuk ebbe pont nem esett már bele. Pedig van, és meg vannak beszélve a folytatáshoz, hogy kivel, hogyan folytatjuk, tehát hogy nekem az egy élő műsor, de a statisztikában már nincs benne, és hát ha csak magunkat nézem, akkor amit mi hozzátettünk ügynökségi oldalról a Showcast-es csapattal, akkor már azért 700 fölött vagyunk, és akkor ha senki más nem csinált semmit, akkor ennyi. De micsoda? De még egyszer várjál. Tehát, hogy azért egy év alatt nagyon sok műsor került ki a mi kezünk közül is. Amik... 700 epizód? Nem, műsor. Micsoda? Különálló podcast entitás. Ne. Hát csak, várj, most mondtad, hogy 650 volt tavaly januárban. 680. 681. Csak ami nálatok átfutott, az 700. Akinek vagy én segítettem tanácsadóként, vagy aki hozzánk szerződött podcasterként, és nyitott egy új műsort, vagy ügyfélként bekerült hozzánk, mint új műsor a portfólióba. Uh-huh. És akkor ott van még az a pár ügynökség, meg vannak azok, akik saját szakértőként vannak, akik tök hobbiból, róluk nem is beszéltünk, és szerintem ők a legértékesebbek a podcast piacon. Akik nem pénzért, hanem szívből csinálják a műsorok. A podcast ma azért sikeres, mert vannak ilyen emberek, akik azért csinálnak műsort, mert szeretnének megosztani tudást, hasznos gondolatot, egy jó poént, egy kellemes délutáni csetet a nagyvilággal. Ők tették a podcastet azzá, amiért szeretjük most. És ezt kell nekünk podcasterként, gyártóként, cégként, brandként féltve őrizni, és az, hogyha azt látom, hogy a minősége romlik a menő podcasteknek, azzal pont azt látom, hogy ez a szent egyesség a hallgatók és a podcasterek között, ez is sérülni látszik, hogy visszaélünk azzal a bizalommal. Egyébként ez pont megfordult már a fejemben, hogy nem, tehát ha XY nagyvállalatnak a CEO-ja leül podcastelni, az nem lesz ilyen marketing szagú, ilyen... Ezt akartam mesterkélt... átcsomagolni ezt a kérdést. Itt van a Gábor, aki imád fotózni, nem is tud más csinálni, gyakorlatilag alvás helyett is azt csinálna. Ez igaz. És ő elkezdene végre a saját fotós csatornáját, ezzel szemben van egy cég, mondjuk a Canon, aki szeretne egy podcastet, a vezérigazgatóság azt mondja, hogy akkor keresse meg a Gábort, vagy pedig, ha megkeres titeket, akkor ti mit tudtok vele kezdeni? Nem ezen múlik, mert nekem a Canon például a kedvenc példám, én a tartalommarketinges képzésemen... De többet nem mondhatod ki a nevét azért, mert most azért... Szerintem többi pénzt. Igen.
Csak úgy beemelek a képbe, majd egy Canon kamerát. Azt a Gábor szokta bazd. Én bele vagyok. Nem hozták kamerát, hol van? Lent. Úgyhogy én a tartalommarketinges képzésemen pont tőlük a C-betűs fényképezőgépgyártókától szoktam egy videót hozni, mert nekik volt egy olyan promójuk, már nem is tudom, hogy melyik kameravázat reklámozták vele. Egyébként semmi nem hangzott el, csak hogy ugyanazt a gépet adták a fotósoknak. Ennyi volt a reklám. És a feladat az volt, hogy beküldtek egy embert, és 6 különböző fotós, 6 különböző sztorit kapott róla, hogy jó, aki hozzád fog érkezni most fotózásra, az egy pszichotikus beteg, egy volt rab, egy halász, egy sikeres üzletember, egy ex-alkoholista, azt hiszem ezek voltak az archetípusok, és akkor utána a fotóst meg szabadon engedték, hogy alkossanak ketten, amit akarnak. És a végén behívták őket, és kirakták a fotó, mindegyik fotóstól egy-egy ilyen best fotót kirógattak egymás mellé, és így ledöbbentek a fotósok, hogy 6 különböző ember volt a fotókon, mert mindenki a sztorit belevitte a fotóba. Várj, és az ember ugyanaz volt, aki. De ugyanaz az ember volt, igen, csak tök nem, tehát tényleg nem volt ugyanaz az ember a fotókon. Egyébként is kizofén, de... És például ezt megcsinálhatta volna bárki. De a kreatív megoldás volt, az ötlet volt az, ami jó, és a podcastnél is azon, hogy ha jó a tartalom, akkor mindegy, hogy egy nagy brand csinálja, vagy egy egyszemélyes szakértő. Ha jó a tartalom, akkor az egyszemélyes szakértőt meg fogja találni a nagy brand, hogy szeretné támogatni egyébként. Ez a hosszú távú plan, hogyha van ilyen a háttérben mondjuk a podcasternél. Van, aki azt mondja, hogy neki nem kell, mert nem azért csinálja. Vagy pedig castingoltok egy műsorvezető. Hát, igen, tehát van olyan megoldás is, és szoktunk is vele élni, amikor a brand azt mondja, hogy neki nincs olyan, akit úgy szeretné így podcasterként mint arcot oda tenni, hanem akkor hozzunk egy embert, aki nekik szimpatikus, és ők tudnak vele azonosulni. Van több ilyen műsorunk. Vagy moderátorként hoz be valakit. Van olyan műsorunk, ahol a szponzor, az állandó szakértő vendég, nem a műsorvezető, és akkor úgy beszélgetnek ketten. És tök jól megy a műsor, nagyon jó köztük a dinamika. Imádom őket, igen. És egy fél évig castingoltunk, hogy vajon ki lesz az, akivel ő szeretne együtt dolgozni. És ennyi. És utána a műsorvezető meg tök profi. De nem ő van a fókuszban. Úgyhogy szerintem nem a brandtől lesz sikeres egy műsor, a brand az elérést tud adni a kezdeti időszakban, én azt gondolom, hogy ha viszont nem rohansz, akkor tök mindegy. Mert két év múlva ugyanúgy meg lesz az a közönséged, akivel te boldog vagy, és aki hajt minden nap előre. Nekünk is egy éve van, most volt januárban a jubilálása ennek az új podcast műsornak, amit csinálunk, és már most rajongóim vannak, hallod? Már egy éve van a... Most januárban volt az egyéves szülinapja a műsornak, és már jönnek levelek, hogy figyelj, akkor ezt meg azt, nézd, ezt hogy, meg ezt így, hogy nem azért, mert hogy elkezdtünk közösséget építeni elég tudatosan, hogy legyen egy tér, ahol az ilyen hozzánk hasonló productivity kockák feltehetnek kérdéseket, amiért nem nézik őket hülyének. Tehát, hogy van egy biztonságos kör, ahol lehet személyes hatékonyságnövelésről beszélgetni, és ott vannak beszélgetések, és ott vannak kérdések, és vannak, tehát hogy van, aki tényleg megköszöni, meghálálja, és én még hálásabb vagyok nekik. Tehát, hogy volt már olyan, hogy azért hallgat meg podcast műsort, mert benne vagyok, mert neki az egy hitelességi garancia, és én nem tudom hova tenni, ez bennem ilyen imposztor szindrómát kelt inkább, mint azt mondom, hogy jó, gyerekek, hát nyilván így van, mert nem gondolom, tehát, hogy én mindig amikor megkérdeztem a master tréneren, amikor tréner képzésre jártam, hogy jó, és akkor hova teszem a saját produktivitásomat, úgy, hogy akkor voltam szerintem a legdurvább szakaszban, akkor mondtam, hogy 9-10-ből, és hogy miért nem 10? Mert nem lehet 10, tehát hogy soha nem lehet 10. Az elérhetetlen. Akkor úgy elengedem az, akkor bedobom a gyeplőt, hogy jó, itt vagyok, és mostantól akkor induljunk a lejtő lefelé, és akkor valahol megállunk, tehát hogy ennek semmi értelme. Mi Gábornak szoktam ezt mondani jó példának, hogy az életem legszebb napja az esküvőm, ugye, mert onnan már csak rosszabb lesz. Tehát nem lehet 10-es, mert akkor nem ért, ha eléred, akkor a kuristen, akkor... Én szeretek foglalkozni azzal, hogy hogyan lehetnek a dolgok még jobbak, és hogyha ezt elveszik tőlem, akkor olyan céltalanná válik az egész. De ez minden szakmában így van, amelyikkel szeretsz foglalkozni. Így van. Igen. Abban a pillanatban, amint azt gondolt, hogy elértem már a maximumra, onnantól kezdve már nincs ahol menni. Váltani fogsz. Tehát onnantól kezdve váltani fogsz, vagy kiégsz. Hát inkább a kiégés, én azt gondolom. Vagy így egymás igen, után. Igen. Jó, oké. Hát szerintem, van még podcastes kérdés?
Nekem még az előbb vagy három is eszembe jutott, de most így... Na, miről beszéltem az előbb? Ugye, igen. Most így elvesztettem a vonalat, mert annyi téma jött be. Így érnek véget a nagy barátságok. Csak az ügynökségről visszatérve, hogy te most szétválasztod a kettőt, tehát a Coffee Break az, ami a full service, és akkor a showcast az pedig külön a podcast. De a kettő az... Brand szempontból külön van szedve. Nálad tud össze. Csapat szempontból is külön van szedve, tehát hogy nincs nagyon átfedés a kettő között. Amúgy kérdeznék, mondjuk, ha ilyet lehet tőled, hogy mit tudom, éves forgalom volumen, akkor a kettőt te ilyenkor össze szoktad adni fejben? Jogi entitásként egy. Tehát, hogy nem is nagyon tudom szétszedni, mert nem láttam értelmet. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy full service-ben jó szolgáltatni. Én azt a trendet tapasztaltam, amikor én elkezdtem vállalkozni, akkor azt mondtam, hogy mi keresőoptimalizálás és tartalommarketinget fogunk csinálni a feleségemmel családi vállalkozásban, ebben mi nagyon jók vagyunk. És mert nem... hogy ezt fontos kiemelni, hogy ti is úgy csináljátok, hogy ketten nyomjátok. Na, az családi biznisz. Tehát, hogy ha olyan az ügyfél, akivel kellemes, tehát hogy kevésbé hivatalosan is lehet beszélgetni, és nem ciki, akkor én nagyon szeretem nem tartani a távolságot, mert azt gondolom, hogy akkor ott a bizalmi faktor is nagyobb súly, én ezt örömmel cipelem, és akkor el szoktam mondani, hogy nálunk azért van egy ilyen minőségi elvárás, hogy ha én csődbe viszem a céget, akkor nálunk nincs ott egy sugar mami, aki eltart fél évig, amíg csinálok egy újabb ügynökséget. Tehát, hogyha én bukok, akkor bukik minden, tehát, hogy hát ezzel így mindannyian így vagyunk. Viktorra most még nem nyilatkozzunk, de ugye Gábor nálatok is ez a helyzet, meg nálunk is, hogy egy csónakban nevezünk. Vagy... De szerintem ez fontos, mert ez azért ez egy bizalmi faktor. Egy süllyedő hajón vagyunk. Igen. Vagy egy óceánban fuldoklunk. Ugyanaz a jéghegy. Igen, az. De szerintem ez fontos, mert én azt gondolom, hogy ez egy bizalmi kapcsolatban, ez egy garancia arra, hogy mi viszont emiatt nem adhatunk ki vacakot a kezünkből. Tehát, hogy át tudtam fordítani ezt PR értékbe, hogy jó, nálunk viszont nincs az, hogy elégedetlen ügyfél, az jó, van mindegy, vagy lesz más, mert a feleségemnek az ügyfelét is elveszítjük ezzel, és azóta azért a csapat jóval nagyobbra is nőtt. Akarsz ilyen publikus lenni? Meg lehet lebenteni? Tehát mondjuk az ember elkezd számolni, hogy 700 műsort toltatok ki eddig, hogy plusz még ott van a teljes marketing ügynökség. Hogy ez mit jelent mondjuk számokban? Árbevétel? Csapatszám? Hát mi mindig növekedünk, aminek nagyon örülök. Egy évünk volt, ami könyvelés technikai szempontból ugye mínuszos volt, azt mondtam, hogy az a Covid kitörése volt, ami egyébként itt a Leader of the Year díjas vonalon az egyébként egy érdekes adalék volt a sztorihoz nekem. De azon kívül minden évben ilyen 20-80%-ig növekedett. Nyilván nagyobb százalékokat kezdetben, amikor még nagyokat lehetett ugrani, és most ilyen 20-25%-okat növekszünk minden évben. Még nincs meg a tavalyi évre a hivatalos, én csak így a számlázó könyvelő programban az összértéket néztem meg, és most volt az első évünk, amikor tavaly átléptük bruttóban a 100 milliót, idén meg nettóban. Tehát, hogy ekkorát tudtunk menni, úgyhogy én a 2023-ra úgy készültem rá, hogyha ugyanazt hozzuk, mint tavaly, de tudunk segíteni, akkor én iszonyatosan boldog leszek. És ehhez képest meg olyan partnerek és olyan kapcsolatok találtak meg, akik a sok segítő plusz költség mellett hoztak annyiba még pluszt nekünk, hogy nagyon-nagyon nagy mértékben növekedtünk szakmai tudásban és kihívásokban, és a csapat is bővült azért, mert az ügynökségi modellben dolgozunk, tehát hogy alapvetően nem a szerződtetett munkatárs, aki a túlnyomó szerep, mert egyszerűen az ügynökségi modell az nem ezt támogatja. Azért jó, addig jó, amíg tudsz rugalmas lenni, te is, meg a másik oldalon is. De hozzáteszem egyébként, az alvállalkozóinknak a nagy része csak nekünk dolgozik, tehát hogy van annyi munka, hogy nem kell nekik semmi mással foglalkozni, aminek örülök, de tavaly is, tehát új kollégát vettünk föl tavaly, idén már szervezzük a következőnek a rendes felvételét, mert annyira összefonódtak a dolgok, hogy tényleg most már szerződtetett állományba is egyre többen fognak kerülni. Én azt gondolom, hogy az idei évben ebből lesz több, és ez lesz az egyik ilyen húzó folyamat nekem, hogy ezt hogyan tudom én kezelni, menedzselni vezetőként. Ez kétféle stressz is jelent nekem a fejben, és hogy eddig ezt miért nem léptem meg. Ugye az egyik az, hogy felelős lesz onnantól kezdve a munkavállalóidnak. Ugye? Nem ezen múlik. Nem csak a saját családodat kell emeltetni, hanem az ő családjaikat is, illetve azt a fix költséget, akkor neked hatodik, ha szakad, minden hónapban elő kell. Nem ezen múlik. Én a legtöbb szerződtetett partnernél pont azért dolgoznak csak nekünk, mert tudom vállalni azt, hogy egy csomóan úgy vannak, hogy fix összeget,
aminél transzparens vagyok, hogy ha túlmegyünk rajta kicsivel, akkor én nyerek a bizniszen. Ha alá megyünk, mert éppen hullámzik valami, mert szünet van nyáron a podcast gyártásban, akkor ő nyer rajta, de ugyanúgy anyagi biztonságban van. Ha nagyon fölé megyünk, akkor nyilván revidáljuk a kereteket, mert nem kihasználni akarok senkit se. És nem a szerződtetett munkavállalói státusztól érzem ezt a stresszt, amit mondtál. Tehát onnantól kezdve, hogyha valaki velünk sokat dolgozik együtt, akkor bekerül a bizalom körébe, és akkor onnantól kezdve ezt a felelősséget én nagyon aktívan érzem. És ez eleinte egyébként tök nyomasztó volt nekem is, hogy bőven elég az, hogy a saját családomért kell felelősséget vállalnom, de mellette még őért és az ő családja. És megmondom őszintén, ez volt az, amiben én éreztem magamon változást, hogy ez már inkább motivál és hajt előre, hogy már pedig tényleg jól kell csinálni, tényleg tudjuk jobban, tudunk többet, van helye az őszinte jó akarásnak a piacon, és megtaláljuk azt a partneri kört, akik erre fogékonyak. Cserébe azok, akik viszont mellettem teszik le a voksukat, mint partner mellett, és velem akarnak dolgozni, ővelük, amikor kitört a Covid, is leültünk beszélni, és egyet mondtam, nem tudom, mi lesz, de az 1000%, hogy ezen együtt fogunk átmenni, és hogyha kell, akkor levest hordok mindenkinek, hogyha lebetegszenek, és kitartottak mellettünk. Nem volt szívás, tehát hogy az volt azért a szerencsénk, hogy most nem megyek el spiri vonalba, de hogy bevonzottuk tényleg azt a kört, aki ebben segített is nekünk, de nem változott a csapat. Tehát azért én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ott tényleg kitartottak mellettem, és azért, mert megbeszéltük, és ott éreztem, hogy tényleg mellettem voksoltak. Tehát hogy azt személyesen magamra vettem, hogy azt ott sikerült megugrani. Ha már Leader of the Year szóba jött, még egy dolgot vágnék be előtte, mert hogy te ugye tanácsadással is foglalkoztok. Például tegyük, itt van a Gábor, aki egy nap 25 órát dolgozik, imádja, amit csinál. Nem tudom, hogy megfelelőnek találod-e esetleg itt az elmúlt, mert nézed az adásainkat, az ő work-life balance-át, de hogy neki esetleg milyen tanácsot tudnál adni? Ő neki például érdemes lenne tovább vinni és egy szintet lépni? Ő beleütközött egy üvegplafonba? Vagy vegyek még egy fényképezőgépet? Csak a két kézzel tudsz egyszerre fotózni, persze. Én gondolkozom előtt egyébként, hogy megtanulok, hogy két képpel két irányba, hogy ez tök jó lehet. Igen, egy rektálisan behelyezed egy állványt. Szerintem a ti csoport, a Facebook csoportotokban osztotta meg valamelyik őtök a gimbalról, ilyen gerinc stabilitázó, gyroszkópos, minden lógott rajta, hat és a feje fölött még a drón is ott lebegett, ez simán benne van. Nem, igazándiból ez abszolút tőled függ, mert van, akinek nem üvegplafon az, hogy kimaxolta a saját egyéni kereteit, hanem a sikernek az állapota, és ezt csak fönn kell tartani. De ő ezt szereti, tehát néha szokta megadni, de én azt látom, hogy ezt szereti. Nem az a következő lépés, hogy fölvesz két embert? De, az lehet egyébként a következő, az egy következő lépés, lehet az egy másik következő lépés, hogy megtriplázza az árait, és azt mondod, hogy innentől kezdve csak exkluzív fotózás az, amire te fókuszálsz, és ugyanannyi mennyiséggel, mert hogy annyira jó fotókat csinálsz, meg annyira jó, és abban benne van a technikai, a kommunikációs, a rendezői képesek, minden, hogy annak megvan a maga értékcsoportja, és akkor azt mondjuk, hogy a szolgáltatásnak az értéknövelése az, ami racionalizálod a hazai piacon, hogy mennyivel vagy jobb, mint a többiek, akkor azért kérhetsz többet. Ez is akkor még mindig egyedül maradsz, akár kevesebb munkát csinálsz, akár ugyanannyi munkát csinálsz, viszont értéknövelten adod el azt, amit csinálsz, és nem kell bővíteni a csapatot, ha nem akarod. De ez hányunkban benne van már, hogy mi ezt tudjuk, hogy mi mennyit érünk, meg mi a piac, de egyszerűen nem tudjuk meglépni azt, hogy nem az van a baj. Nem az van a baj, hanem azzal, hogy ez a fotós videós szegmens, ez egy eléggé zárt kör, de volt egy jó ideig, de most nagyon-nagyon sok lett a belépő. És az a baj, hogy pont beszéltünk róla régebben, hogy videós font eddig azt gondoltuk, hogy kell a normális videókamera, meg olyan hangtechnika, stb., de nagyon sok olyan, nem nevezem az, szóval, hogy van egy TikTokon tök jó példa rá, hogy mobiltelefonnal gyakorlatilag hangeszközök nélkül is lehet felvenni olyan minőségi tartalmat, amit rengetegen megnéznek, és elfogadják az emberek azt, hogy minőségileg ugyan gyengébb, nem tudom, felbontásban, meg akár színekben is egy kicsit gagyibb, de a tartalom maga jó, és gyakorlatilag ezért elfogadjuk, hogy nem kell hozzá mondjuk egy 1,5 milliós kamera, hogy ezt fel tud venni. És ugyanígy a fotózásban is, ugye amikor elkezdtünk fotózni, akkor még voltak ugye a
és allergiépek, majd áttértünk a milcekre, és elértünk arra a szintre, amikor már gyakorlatilag a milcek mellett a mobiltelefonok is megfelelően jó képeket tudnak készíteni, és az embereknek ez elég. És azért itt van egy érdekesség a sztorinak, hogy az én életemben visszapörgetve, hogy nekem el kell tudnom dönteni azt, hogy a magasabb áraimmal elrettentem-e a mostani megrendelőimnek egy komolyabb százalékát, és nekem rengeteg a visszajáró vendégem, és szerintem ez mozgatja jól nálam a szálakat. Ugyanis, hogyha a visszajáró vendégem nem lennének, és mindig új embereket kell találnom, mert mondjuk túl magasak az áraim, mert lehet, hogy azok ezt nem tartani, tehát nem biztos, hogy ez így van, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha magasabbak lennek az áraim, lehet, hogy elveszteném mostani ügyfélkörnek egy jelentős százalékát, és nem találnék helyette annyi embert, ami ezt ki tudná hozni azonos színvonalra, árbevételre. Ezt lehet biztonságos módon is tesztelni egyébként, mert csinálhatod azt, hogy akik neked a fix visszajárók, akiket szeretsz, mert visszajárnak, ott nem csinálsz semmit. Vagy ők kapnak egy kedvezményes kupont, vagy valamit. Tehát, hogy oké, most csinálom egyébként. 3,071 fotózás, de ez kommunikáció. Ez már csak kommunikáció egyébként. Viszont azt mondod, hogy amikor újak jönnek be, azoknál azt mondod, hogy egy jóval magasabb árat mondasz, mert hogyha azokat elkezdik elfogadni, akkor ott anyagilag te biztonságban maradsz. Én ezt csinálom egyébként. Én is ezt csinálom. Igen, de így jönnek be általában, hogy figyelj, a Katinak az esküvét ti fotóztátok, 350-ért, akkor most... Jó, az esküvő az egy teljesen más kategória, nem ebbe kell gondolkozni, mert az esküvő az egy szezonális dolog. Most én egész évben fotózok mondjuk családokat. Családi fotózásnál mondjuk vannak fix áraim, amiket nyilván idénre más előtte, mint tavaly. És nyilván az új embereknél magasabb árakat adunk meg alapvetően, mint mondjuk a visszatérő vendégeknél. Ez teljesen irreleváns, de az biztos, hogy nyilván azért a hazai piacnak van egy átlagára, amit jelentősen túllépni nem lehet, mert a kezdők között is vannak nagyon jók, és a középkategóriában is vannak nagyon jók, akik viszont jól is kommunikálnak, sőt, vannak olyanok is, akik mondjuk marketing szakemberek, és ebből kifolyólag jól adják el azt, amit egyébként nem tudnak jól csinálni. Itt akasztjuk a Gábort a pillanatra, bocsánat, csak nehéz neki. Ez a Gábornak ez a fajta hozzáállása, ez egy létező probléma, vagy ez egy mentális gát? Ez egy reális látás. Mentális gát, hogy örömmel fizetnék-e ki a saját ügyfelei a magasabb díjat is? Vagy örömmel kifizet többet őszintén? Nem tudom. Van nem. Más. De hogy van? Donét, nézd meg. Hát vannak csatornák, akik donétből élnek. Nem, az más, az teljesen más. Nem többet, tehát hogy kifizet valamit. Mert az nem rólad van szó. Más a hozzá. Tehát, hogy alapvetően az, hogy nem merünk fölvenni embert, nem merek radikálisan árat emelni, az egy egészséges félsz minden vállalkozó életében, aki azt mondja, hogy nem mer fejest ugrani a semmibe. Én amikor a saját vállalkozásomat csináltam, én sem. Tehát, hogy én tudtam, hogy nekem 3 bankot, 2 gyereket el kell tartanom. Ott nem csináljuk azt, hogy fölmondok, és lesz valami csak majd a startup. Ez a bankos az erős volt. A 3 bankot nevezzük meg szerintem. Igen. Hát abból már van, ami nem is létezik. Úgyhogy... Eltűnt a pénzeddel. Nem, tőlem visszakapták, és úgy tűntek el. Persze. Alapvetően én sem ezt léptem meg. Tehát ez egy tök normális gát, hogy nem szeretsz az ismeretlenbe beleugrani. Nekem a módszertannak egyébként az egyik alapja, hogy mindannyian a szokásainknak a rabjai vagyunk, és ez tök rendben van. És az egyik szokásunk az, hogy szeretjük magunkat biztonságban tudni. Ez egy ilyen barlangokból velünk maradt alapösztön, ami is elég sokat segített, hogy most tudjunk podcastelni. Mert életben maradjunk, igen. Igen, a mamutok korszakában az, hogy szerettünk nem meghalni, az egy nagyon jó dolog volt. És ma az, hogy ha nincs ügyfelem, az ugyanaz. Tehát, hogy ma az akart fogó tigris, hogy nincsenek ügyfeleim. Jó, azért a mamutok korában azt mondod, hogy podcastből fogsz megélni 2000 év múlva, vagy 5000 év múlva, az elég meredeken hangzol, akár 10000 év múlva, tehát... Hát figyelj, beszéltet Conor McLeoddal, és... Igen, de nekem átjött. Nem, én mondjuk nem arra gondolok, hogy nincs ügyfeled az a mamut, hanem hogy kijön egy olyan újabb rendelet, ami... De itt van a másik... ami áthúz neked mindent. Ebbe az alagútba nem megyek be. Igen. De ennek az a gondolatmenete viszont ezt tudja oldani, amit hogyha körbenézel, látsz magad előtt. Az Apple a létező valaha élt egyik legjobb példa. Nekem nem ők a kedvenceim, nekem a Nike a kedvencem, és a Jordan brandnek a szupportja. Tehát az nem tudom, mennyire van meg nektek a sztori. Nekem de az, hogy hetente keres most a Jordan, azt hiszem, 1 millát, még a mai napig is, azzal, hogy az ő árnyéka van azokon a cipőkön, az onnan indult, hogy a Nike meccsenként azt hiszem, nem tudom én hány ezer, vagy hány tízezer dollár büntetést fizetett a szövetségnek, azért, mert piros cipő volt a Jordanen. Így van. Hogy képzelte? Csak fehér cipőbe lehetett játszani, és akkor pont egy színes bőrű, pont ő az, aki lázad, és akkor beállt a sztárjátékosnak a lázadó üzenete mögé egy brand,
ami akkor csak buktába csinálta az első éveket, most viszont másodpercenként keresi így meg indult, a többszörösét. Kifizették helyett a büntit, vagy? Pontosan. Tehát, hogy de utána egy ponton ki is akarták aztán vásárolni, és mondta, hogy nem. Igen, ez igen, ne, igen, nem igen. Így működik, hogy hát nem is az eddig úgy. Eddig jó volt, és majd megadjuk ja, el. Ez egy szélsőséges példa, de mondok egy ilyen sokkal kézzel. És az Apple példája akkor? Az Apple példája ugyanez, az... tehát hogy ő is azt mondta, hogy ez a telefon azért jó, mert jobb, mint a többi. Ő nagyjából ennyit mondott. Hát jó, csak ezt azért marketinggel alá kell támasztani. Szóval most hiába. Nem. De hát ők megcsinálták. De most már nem marketinggel támasztják alá, hanem hívőkkel. Tehát az én teljesen más. Hát most már, de az elején marketing. Az nem marketing volt, az egyszerű kommunikáció volt, az egy előadás technikai bravúr volt, ahogy ő azt egy személyben azt az egészet el tudta adni, hogy hogyan tudott ő úgy egy beszédet csinálni, tényleg legendásnak a nyilvános beszéde, amikor belekötött valaki, és így ott a színpadon azonnal lereagálta, és összecsomagolta a csávónak az egóját, és beletörölte a lábát. Az egy kommunikációs bravúr volt, az nem marketing volt. Ő azt mondta, hogy ez azért jó, mert ezzel megváltoztatjuk a világot. És így elhitték neki az emberek, mert neki elhitték az emberek. Más nem tudta volna megcsinálni ott ezt akkor. Kézzelfogható példát szerintem, amit bármelyik vállalkozó meg tud csinálni, akár te is, amikor gondolkodsz az árazáson, hogy mi a különbség az Adidas, meg a Gucci között, az áron kívül. De ha már árazásnál gondolkodunk, akkor miért kerül a Gucci annyival többe, mint egy nagyon jó minőségű Adidas táska, amivel egyébként 20 évig használod azt a táskát, a Gucci-t meg 2 évig. Én tudom. Mert egy egoista társadalomban élünk, és az egót ki lehet használni. És az emberek kellőképpen hülyék, hogy a saját egójuk miatt, hogy azt mondassák, hogy ők többek, mint a másikak, kifizetnek annyi pénzt a Gucci-ra, ami ennyi. Egyébként nem jobb, mint a másik. De neked hát az egy értéknő, neked az egy értéknövelő eszközé tud válni a kezedben, hogy az emberek azért jönnek oda, nem azért jönnek oda, hogy családi fotót csináljanak, hanem azért jönnek majd oda, hogy egy Csapó Gábor képet csináljanak. Ez oké, nem erre gondoltam. De ez a Gábor szerintem belehalna, hogyha azért jönnek hozzá, mert ő 2 milliós fotózásokat csinál. Akkor nem ez és a, hogy ők egy 2 milliós fotózásra jönnek, nem a Gáborra. Nem ettől félsz? Nem. Egyébként sokan jönnek így hozzám, hogy azért jönnek hozzám, mert én vagyok a Csapó Gábor. Tehát ez sokszor van itt, de ez nem is ez a lényeget, hanem maga az a gondolkodás, hogy most kérhetnék én érte egy fotózásért mondjuk 200 000 forintot, még egy családi fotózásért, és már elmondhatnám, hogy én vagyok Magyarország legdrágább családi fotósa. Ami baromi jól hangzana, csak nem látom az értelmét, mert attól még, hogy baromi drágán fotózok, valószínűleg kevés ember járna hozzám, és lehet, hogy azok az emberek kifizetnék azt a rengeteg pénzt, és ezzel lehet, hogy ügyönyt keresnék. Lenne időt szörfözni. De most megfordulom egy picit a témát, te szeretnél unatkozni otthon? Nem. Nekem ez a betegségem egyébként, hogy a szabadítom csinálok. Akkor újra a betegségbe szenvedünk. Nem csak azon kívül, hogy dolgozik, azért neki ott van még az egyéb feladatod is, tehát családapaként. Tehát majd nálad is azért fog változni. Okay, még nem tudhatod, hogy ez értem, nem, de nem, itt most csak arra akartam kitérni, hogy én szeretem csinálni, amit csinálok, és szeretek emberekkel foglalkozni, és szeretem azokat a visszajelzéseket, amiket megkapok. Ez egy kis adrenalin az embernek. És szerintem egy jó fotós attól lesz jó fotós, hogy nem csak hogy szereti, amit csinál, hanem szeretne fejlődni benne, elérni egy magasabb szintre, és szerintem a fotós pont az egyik olyan kreatív szakma, ahol sosem le vagy a toppon, mindig lehet följebb. De akkor nincs üvegplafonod, tehát hogy akkor nincs. Ez csak holland hiszi mindig, de az mindegy. Én tudom azt, hogy én teljesen más oldalra közelítem meg, én amikor csinálok valamit, akkor mindig próbálok egy kicsit újabbat, egy kicsit másabbat, egy kicsit kreatívabbat csinálni. Nyilván azért kötöttségek mindig vannak. Időben, térben, helyszínben, tehát hogy azért sok olyan megrendelőben, tehát sok olyan dolog van, ami miatt meg vagyunk. Hát, figyelj, de akkor ilyen szempontból neked a mandalóri mondás az, ami áld igaz, tehát hogy ez az igaz út. Tehát, hogy akkor te jó helyen vagy, mert te ezt élvezed. Jó helyen van, és hát azt, jó helyen vagyok, azt nem tudom, de nyilván amit csinálok, azt szeretem, és az sokat számít. Változtatni akkor fogsz, hogyha elégedetlen vagy azzal, ami most van. Hogyha elégedett vagy azzal a változatossággal, a növekedéssel, az árdinamikával, az ügyfélportfólióddal, akkor a túróért változtatna. Tehát, hogy... Hát ezért jó, de 20 óra dolgozik egy nap. Az egy ok. Akkor lehet, igen, hogy azért fog változtatni az ember, mert csak 19 és felett akar. Ha majd lesz családom, akkor lehet, hogy mondjuk ebből lesz 12 óra vagy 8 óra, de most jelenleg nem vagyok abban. 12 óra, ez mondja. Ilyenkor itt lefordul a székre. Az ilyen mentalitású embereknek szokott azonnal 3-asikre születni, csak mondom. Erre nagyon nagy esély van, mert a mi családunkban több ikerpár is volt, úgyhogy ne fejtsd az örökötöt a falra, mert valószínűleg meg fog jönni. Tudja, hogy így lesz. Az ekkora durva.
De figyelj, most igazából én azt gondolom, hogy a futás az egy olyan dolog, hogy emellett azért tudok szakítani magamra. Tehát, hogyha én akarom az időmet, be tudom osztani úgy, ahogy az megfelel egy család mellett. Most, hogyha nekem egy vagy két vagy három gyerekem van, majdnem, hogy nem osztam szoroz, mert igazából én fogom hozzáigazítani az időmet. Fogalma nincs, miről beszél. Nagyon jó. De van. Figyelj, ezt, most... ezt meg, nyerüljük meg majd a vágónak is mondom, hogy ezt a bejátszást. Öt év múlva beszélgetünk így. Beidőzítsük a év múlva. Nagyon durva. Nagyon durva lesz. Igen. Nekem van betárazva egy apuka podcastem két éve, akkor ott elindítjuk. Jó. Oké. De figyeljük ennyit. Apukák in treble, tudod. Az egy nyomasztó tényező, hogy nincs időd. Most van időd, akkor nem nyomasztasz. Nem, egyébként ennyire nem sokat dolgozom, inkább úgy van, hogy én szeretem szétbontani a témát. Én megyek focizni, megyek edzőterembe, tehát van más programom is, viszont szeretem úgy csinálni, hogy reggel is van egy 2-3 óra munka, napközben is van egy 2-3-4 óra munka, este is van egy 2-3-4 óra munka. Egyébként nyilván vannak olyanok, amikor végigfotózom mondjuk az egész napot, főleg a karácsony szezon ilyen egyébként, amikor csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 8-tól este 10-ig vagy 9-ig dolgozom. Szezonális, mert szezonális van nyilván, de én azt gondolom, hogy ez meg belefér, mert nyilván ilyenkor tudsz volumen csinálni, és most ha meg tudom lovagolni, és van eszem, tehetségem, van hozzá kis energiám, akkor most még 42 évesen inkább megcsinálom, mint mondjuk 55 évesen. Tehát szerintem nem akkor kell belefáradni, amikor már az ember alapból is egy kicsit olyan nyomottabb. Hát én egyébként itt a saját módszertan kapcsán, amit megfogalmaztunk, az szerintem mindenkire érvényes, ilyen témában is, otthon is, hobbiba, bármibe, hogy nem a hatékonyságot kell üldözni, hanem a fenntartható hatékonyságot, és most nem a zöldre gondolok, hanem hogy... Mennyi húztál egy olyat, ami... Mennyi széndioxidot bocsátasz ki? Igen. Nem járok sportolni, mert sokkal zöldebb vagyok, akkor már kevesebbet zihálok. Igen, így van. Nem, hanem hogy az egy fenntartható állapot legyen hosszú távon, hogy nem az van, hogy hatékony vagy a fókusz időszakban, amikor esküvő szezon van, vagy amikor karácsonyi szezon van, akkor szuper hatékony vagy, mert ember nem csinál annyi fotót egy nap alatt adott esetben, mint ott te, de ezt szorozd fel azt az egy heti munkádat 53-mal, és hogy azt tudnád-e csinálni. Ha nem tudnád, akkor az nem egy fenntartható hatékonyság, nem azt kell kimaxolni minden napra, hanem azt a hatékonyságot kell kimaxolni, ahol éves megvan benned átlagban. Nem is az, hanem hogy ahol megvan benned az a rugalmasság, hogy most egy hétre elmenjél így dolgozni, mert tudod, hogy utána szépen vissza tudsz állni egy olyan hatékony szintre, amit viszont fönn tudsz tartani éves szinten, és megvan benned az a rugalmasság, hogy pihenjél, vagy fölvegyél plusz munkát magadra. Ez az az állapot, amit kell tartani, és azért ma azt gondolom, hogy ehhez kell az, hogy tisztában legyél a saját képességeiddel, a piaci, vállalkozóként a piaci területtel, meg azzal is, hogy milyen a stressztűrő képességed, milyen a regenerációs képességed, itt gondolok a pihenésre, az alvásra, mi egymásra, amivel a rezilienciádat tudod helyre rakni, hogy azt gondolom, hogy aki ma még vállalkozó, most annak az vagy nagyon rosszul érzi magát, vagy nagyon jó stressztűrő képessége van. Vagy rengeteget iszik. Vagy rengeteget iszik, egyébként ezt beveszem majd ugyanak. És ezt kell tudni megtalálni, és igazán erre mindenki képes, mert mindenkinél máshol van az a szint. És hogyha te most balanszban érzed azt, hogy mennyit sportolsz, mennyit pihensz, mennyit szórakozol, és mennyit dolgozol, akkor teljesen jó. Zenben vagy. Igen, tehát hogy akkor ott vagy, ahol lenned kell. Ha azt érzed, hogy már inkább két másik embert akarsz kinevelni, és neked már csak a pénzt akarod számolgatni a kanapén, akkor meg keresned kell két embert, aki ezt fogja tudni csinálni. Ennyi. Ne, én is akarok két embert, aki... Ha már mutogatunk, és akkor a piramis akkor játékot el is indítottam, hogy mindenki beszervez maga alá. Mindig hozza magával két embert. És mit gondolsz a Viktornak a helyzetéről? Tehát nála ütközött egy plafonba, mi az, ami utat esetleg neki, hát neki Viktor... tudná? Ha bejelentkezik hozzád, akkor egy tanácsadásra. Hát a Viktor az még tök fiatal, hogy meg előtte van minden. Szerintem a csatornával, ahogy növekszik, az egy... Én az is elzavarnám, egyértelmű. Az egy jó példa arra, hogy hogyan lehet kitartó munkával egyébként növekedni, mert amikor én elkezdtem követni, ez még a pár ezres szint volt még tényleg a legelején, és látszik, ahogy a videók is mennek egy irányba. Hallgatóként nem biztos, hogy nekem szólnak adott esetben a videók, főleg ami csak YouTube-on van kint, és ezzel nincs semmi baj. Tehát, hogy ezt nem kritikának szánom, csak adott esetben nekem más a kommunikációs stílusom. De most a háttábra gondolsz, vagy mondjuk a Kresszerről szóló videókra vagy? Nem, a háttáb az én testalkatommal nagyobbat menne egyébként.
de nem. Tehát, hogy más stílusban kommunikálok én, mint amiben a Viktor, és ezzel nincsen semmi baj, mert hogy a Viktor, én meg nem. Tehát, hogy ebben ennyi van. Szerintem az a fajta tudatos kommunikáció, és egyébként az a fajta segítő szándék, ami a videóiban van, azt én tökre szeretem. Tehát, hogy nekem ezt, én ezt keresem minden tartalomban, és az lehet akkor onnantól kezdve egy trash talk, amit este hallgatok podcast formátumban a spagettiseknél adott esetben. Viszont abban is megvan a segítő szándék, hogy ők csinálnak egy marha jó epizódot a Betonnak a történetéről, és közben szétrölgöm magam, de közben amúgy edukálódom is egy teljesen irreleváns dologgal kapcsolatban, vagy éppen egy fontos témáról. De ott van az edukáció a háta mögött, és a Viktornak is a videóinak a 80%-a edukációs tartalom. Az egy hasznos tartalom a YouTube-on, aminek jó, hogy felkerül a YouTube-ra. Igazándiból kommunikációba kell lehet nyitni még csatornákat. Az e-mail marketing az egy olyan csatorna, amit alul értékel mindenki, és a mai napig a legjobban konvertáló nincs marketing nincs eszköz. Sokat írni. Ott van a ChatGPT. Ti használjátok? E-mailt? Aha, tehát van. Az a legjobb. Hát nekem most kiszabad, van egy... menni, melyik városba ment. Mikor használjátok? Bocsánat, ne nálatok. Hát én árnyalatkéréseket oda kérem be, rengeteget. Ne. Tehát van egy feliratkozó bázisod, gyűjtöd az e-mail címeket, és aztán őket bombázod-e valamivel. Persze. Hát a Pixi ugye pont erről szól. Amikor a Galileába beregisztrálnak, akkor ugye megadják az e-mail címüket. És hogyha van mondjuk egy esküvői fotózás, aminek fenn van az anyaga, akkor sokszor szoktam azt csinálni, hogy az esküvősök azok ott szépen tudják tekinteni a galériába, mindjárt feliratkozik rá, nem tudom, 200 ember, ott vannak az e-mail címek. Hát és őket ugye lehet mozgatni, belőlük persze. Lehet a visszatérő vásárlókat generálni, neked a visszatérő nézőket. Hát figyelj, Noter Mérinek a képeit, amit feltettem a Siófoki plázson tavaly, az 570-en adták meg az e-mail címüket, hogy megnézzék galériát. Korrekt. Úgyhogy igazándiból ott szerintem a videók szempontjából meg kell találni a hangot. Mert hogy mi arra gondolunk a Viktornál, hogy nagyon előtérbe helyezi a YouTube csatornáját, ahelyett, hogy pénzt keresne a videókészítéssel, amiben ugye mindig mondjuk, hogy mennyire jó. Az nem a YouTube videókról szól. Nem. De hogyha globálisan nézed a Szabó Viktor, mint vállalkozó, akkor mit megkapja tőlünk állandóan a kritikát, mint hogy a Gábor megkapja tőlünk, hogy minek dolgozik annyit, meg hogy egy kicsit vegyen már vissza. Viktornak meg pont azt öntjük a fejére, hogy... Nem kell semmit se. Egész csak beszélgetett ott a mikrofonnal. Ez a YouTube, igen, annyi idője elmegy vele, és aztán mi lesz ebből, érted? Kapsz 20 ezer forintot. Én tavaly 4 hónapot vártam a Viktorra, szerintem jó a balansz. Nincs ez semmi gond. Nem, hát hogy nála meg más az a szint. Én azt gondolom, hogy ha valakinél fontosabb az önmegvalósítós edukációs tartalom szereplési vágy, az, hogy ott van a háttérben, hogy influencer akar lenni valamilyen szinten, azt ha elfolytja, és a helyette lemegy a bányába dolgozni, abba ki fog égni pillanatok alatt. Meg kell találni azt a szintet, hogy kinek mennyi igénye van arra, hogy mennyi legyen a szórakozás az életében, és akkor, ha nagyon-nagyon, és ezt nem én mondtam. Ha a YouTube videókészítést a szórakozás oldalra rakjuk, és a kimegyek forgatni pénzért az a munka, akkor az a balansz, ami nála van meg, és ha ebbe boldog, akkor az a jó. Mint a Gábor elfordítva. És amikor azt, igen, és akkor ezen lehet játszani. Tehát amikor eljössz egy olyan szintre, hogy azt érzed, hogy hát kéne több pénz, mert nem vagy elégedett, akkor lehet, hogy azt fogod mondani, hogy jó, akkor egy picit toljuk át a balanszt, és akkor heti egy videóval kevesebb megy ki, cserébe el tudok vinni hetente egy ügyfelet. Ez egy természetes folyamat, ami stresszel fog járni, mert komfortzónán kívül, vagy a szokászónán kívül kerülsz, de az meg tök normális. De egyébként a YouTube közvetve az hoz ügyfeleket, és egyébként munkákat, ugyanazt mondtam én is a podcasttel. Ezt meg tudod magyarázni magadnak mindig egyébként. Igen. De ne, hát van olyan, vagyunk itt. Igen, Péter is azért van itt, és ezért vannak ügyfelei, ezért hozott ilyen árbevételt, mert hogy igen, ezek a csatornák azok, amik ugye nem közvetlen eredményeket, meg nem annyira mérhetőek, mint mondjuk egy PPC, de hogy ebből van a bevétel. De egyébként pont erre gondolom, amikor mondtad, hogy a podcast az egyik legjobb ilyen marketing eszköz. Márkaépítő eszköz, és hogy majdnem közbevágtam, hogy de hát a YouTube is, én ugyanezt csinálom, csak viszont nem a legkönnyebb, mert ott ugye egy videós, ott kicsit más a belefektetett munka. A statisztikák más mutatnak, tehát a podcast azért jobb, mert hogyha nézek szélsőségeket, és egy YouTube videónál az átlag az 15%-ot néz végig a videóból. Ha jobb az adás, akkor többet, hogyha átlagos, akkor ennyit. Ez a milyen nem egy csatornára, hanem nagyjából ez az iparági átlag. Ez a podcasteknél valahol 40
és nem pörgeti tovább az első két perc után, hogyha nem volt nagyon ütős az első 20 másodperces bevezető mondat. És azt is hasonlítsuk hozzá össze, hogy akik a kvázi a tévé helyett YouTube-ot néznek, ők kikapcsolódás szórakozást keresnek, mint azért a legtöbb podcastben azért van valamilyen edukációs történet is, illetve azt te mondtad, hogy maguk a podcaster hallgató. Igen, de a podcast hallgatók alapvetően egy más körből kerülnek ki, tehát egy más demográfiai csoport, mint mondjuk akár YouTube nézők. Hát jó, de márkaépítés szempontjából ugyanúgy tudsz a YouTube-on is márkát építeni. Mindenképpen. Kevésbé kék van az az óceán. Igen, meg kicsit több effortot kell belerakni ahhoz, hogy el is jusson az emberekhez, meg is nézzék, meg akár végignézzék. Én is azt, tehát én is sokkal, azt látom most. Sokkal jobban kell erőlködni ott egy YouTube videónál, hogy végignézzék, mint mondjuk egy podcastnél. Az a hajó, ahol szerintem most ülünk a podcastben, az a YouTube-ban 5 vagy 6 éve, mondd meg te, Viktor, hány éve ment el? Hát nem tudom, a pamputyáig mikor kezdték. Kb. Nem most tudom, neki. Szerintem amúgy ilyen 5-6 éve már biztos elment ez. Aha. Tehát én is ezt látom mert most, akik 5-6 éve kezdték, már ők is azért picit több effortot raktak bele. Gábor húzza bele. Akik mondjuk most nagyok, és 5-6 éve kezdték, azok tehát nehéz utolérni. De nehéz, vagy csak nem olyanok a tartalmak? Én engem ez mindig foglalkoztat ez a kérdés, hogy vajon nehéz, tudnál-e hát, olyan algoritmus tartalmat gyártani? Nem csak az algoritmuson múlik, nyilván a tartalmon múlik a legtöbb része, nem? Hát ugye hátabb videók tudtak olyat alkotni, ami a nagy zajból is ki tudott tűnni. Tehát, hogy tényleg azon, hogy kell egy ötlet, ami szokatlan, ami váratlan, vagy nagyon edukatív. De az nem ugyanaz a néző sereg lesz egy hátabbra, mint mondjuk egy VR-ra. Igen, tehát nyilván ezt könnyebb volt ezzel nagyon durrantani. De teszem azt, mit tudom én, nekünk az új módszertannak csinálunk egy YouTube csatornát, nem hiszem, hogy annak azonnal lesz egy 100 000 követő, és megkapom a kis ezüst plakettet. Nem, meg... Más a cél, mert hogyha te a YouTube forgalomra mész, és azt mondod, hogy kinder tojást fogok kicsomagolni, és abból akarok megélni, hogy egy videón 4 millió megtekintés lesz, és majd a becsörgő reklámdíjakból tartom fönn magam, vagy pedig neked, te a módszertanodat akarod reklámozni, minél több emberhez eljuttatni. Más a cél. És mellesleg mondjuk ebből lesznek ügyfeleid. Más a cél, most legutóbb egy darab livestream van kint, annyira friss a módszert, annak a hivatalos brand indulása. Igen, most coming out-oltál, nem elég. Igen, tehát egy darab livestreamünk van fent, és abból már van tréning jelentkező, és ez egy prémium kategóriás tréning az árazását, meg az időtartamát, meg a hatását tekintve. Egy livestream. Jó, hát egyébként ezzel én is dzsonglőrködök most, hogy nyilván, ha picit mainstream-ebben fogalmazod meg a dolgokat, akkor nyilván több emberhez elér, és akkor lehet ezzel játszani, hogy néha van olyan, ami nem ér el több emberhez, néha van olyan, ami meg rengeteg emberhez, és akkor bevonzhat még több embert, meg nyilván így idézőjelesen, ahogy mondtam is, hogy még nézzük a követőszámokat, meg stb. Hitelesség szempontjából az is növeli persze, a dolgot, meg az előadónak a stílusa is számít. Tehát azt mondom, hogy Mennyire érdekes a személyisége. Én azt sokszor figyelem, hogy amikor TikTokon is, meg YouTube-on is nézek ilyen videókat, főleg magyarokat, ott nagyon érdekes az, hogy amikor valakinek a személyisége, a hangja is nagyon sokat számít, de a közlési formája, ahogyan mond dolgokat, amiket mond, az affekciói, tehát hogy nagyon sokszor azt veszem észre, hogy sokszor az ember mögött, mert a podcastben az ember mögötte érdekel jobban, és mellett releváns, hogy a tartalom is jó. És ezt podcastben könnyebb átadni egyébként ezt a mögöttes embert, de tényleg a kommunikációst is most, hogyha nagyon kötekedni akarok, és tényleg, mert nem akarok többet együtt dolgozni veled. Ha azt mondom, hogy mit érdemes átgondolni, a kommunikációs stílus az egy olyan, hogy kiket akarsz megszólítani, ők mire reagálnak jól. Köztünk a nagy különbség adott esetben a kommunikációs stílusban az, hogy én szinte kizárólag csak pozitív dolgokkal kommunikálok. Nálad sokkal többször van az, hogy kritika van valamivel szemben, kritikusan állsz hozzá egy kérdéshez, nem tetszés nyilvánítasz ki, az a videónak a tartalma, a reakció videó kerül ki. Tehát, hogy más az a kommunikációs stílus, ezzel más közönséget szólítasz meg, és egy közönséget meg kizársz, akik adott esetben mentalitás szempontjából feltöltődni járnak mondjuk a YouTube-ra, és kapnak elég szart, fütyüljétek ki, mert az élettől amúgy is, és akkor a YouTube-on viszont csak pozitívat akarnak, ők le fognak ilyenkor pattanni. De ez egy kommunikációs stílus, és egy választás, egy döntés, ami nem biztos, hogy az, mert lehet, hogy nem tudsz máshogy kommunikálni, mert egyszerűen alapvetően úgy állsz hozzá a világhoz, hogy alapvetően egy kritikus személyiség vagy. Lehet egyébként ebben a világban máshogy hozzáállni?
Én hiszek benne, hogy igen. Hát nekem azért ez az alapvető... Itt van egy ilyen ellentét, igen. Identitásomnak az alapja, hogy ha nem lehet, akkor, akkor baj van a világegyetemmel, és én hiszem, hogy ezt jobbá lehet azért még tenni. És Viktor képviseli a középvonalat, igen. Az a baj amúgy, Gábor, hogy az most, örökkritikus. Most amint elkezdenék ilyenekre figyelni, és beszabályoznám, akkor már az nem lenne ugyanaz. Szóval, hogy, azt mondom, hogy az most nem... azt csinálom, arról csinálok videót, amiről akarok. És igen. Ha én arról akarok, hogy milyen új szar YouTube funkciók jöttek, amiről most nem soká lesz is videó, és kiakadok, hogy miért ilyen szarokat csinálnak, amikor lehetne értelmes dolgokat is, akkor megcsinálom azt a jó, videót is. Egyébként ez egy érdekes dolog, mert amit mondtál, az azért nagyon különleges számomra, mert nagyon pozitív a szemléleted, és ezt a hangodból meg a mondataidból mindig ki is vettem, de hogy így belegondolva, hogy a mai világban, ahol egyébként most ezt is meg kifújtjuk, hogy kapjuk a szart a nyakunkba bőven, tehát hogy 90%-ban kapjuk a rosszat, és 10%-ban a pozitívat, és csak a 10% pozitívval foglalkozni, és ezt így tényleg úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy csak ez a 10%-kal tudjál is foglalkozni, és ne menjen bele ugye a negatív kritikus dolgokba a podcasted, azért az nagyon, nagyon példaértékű, tehát hogy... Én ilyen szempontból könnyű helyzetben vagyok, tehát hogy én megjártam az alját a sztorinak, és onnan úgy jöttem vissza, hogy nem vagyok hajlandó mással foglalkozni. Tehát, hogy ahhoz túl rövid az én életem, hogy hagyjam, hogy rám települjenek ezek a negatív dolgok. Azzal foglalkozom, hogy akarsz. Viktor azt mondta, hogy olyan videót rakja, amit akar. Én meg erre azt szoktam mondani, hogy én meg igen, de... vállalkozóként akkor kellek föl, amikor akarok, nem amikor kell. És ez tök hülyeség, mert fordítva van. Mert azt mondom, hogy én azért mondhatom ezt. Minek utána én foglalom 8-ra. Reggel 9-kor nálad a igen. Stúdiót, nem akkor kezd. Így van, mert ha 8-kor jön egy ügyfél, akkor én 6-kor föl akarok kelni, mert nem lesz a családnak bevétele. És hozzáteszem, én leszerveztem Viktorral is, hogy 6:30-kor a város másik végén ott volt kamerával a kezében. Jó, de akkor kell, amikor akar. Személyes sikernek könyveltem el. Amúgy most tavaly meg... Jövök egy ezresre, igen. Bocs. Szóval, tavaly rengeteg ilyen nagyon nagy youtuber, akik ilyen több 10 éve meg nagyon sok ideje töltnek, abba hagyták, és visszavonultak, vagy váltottak, vagy stb. És ott előkerült rengeteg podcastet, meg akármit megnéztem ebbe a témába, és ott előkerült az a téma, hogy amikor egy kreatív dolgot csinálsz, mondjuk egy YouTube csatornát, és amint az válik a megélhetéseddé, vagy mondjuk fotózol, és hirtelen fotós lesz a karriered, akkor ott történik egy ilyen törés vagy váltás, és onnantól kezdve már tök más szemlélettel történhet. Nézi az... Történhet. De legtöbb esetben egyébként meg is történik. Igen, és egyébként a kiégéseknek ez a leggyakoribb oka amúgy, hogy a hobbid, a szereteted, az a munkáddá válik. De tényleg ilyen nagyon nagy, ilyen semmitmondó kifejezéssel élve, hogy a lelkednek azt a kis kertecskéjét, ami életbe tart téged lelkesedéssel minden nap, ott ilyenkor egy kicsit magasabbra kell a kerítést emelni. Tehát be kell engedni, mert azzal foglalkozz, amit szeretsz csinálni, mert egyébként kiégsz, és hogyha a hobbid viszont már munkává avanzsál, akkor is kiégsz. Tehát meg kell találni azt az élvezeti faktort ezekben a dolgokban, és én ezen próbálok egyensúlyozni. Én azt szoktam mondani, hogy bennem él egy gyerek, akit életbe tartok kiskora óta, akivel emiatt egyébként nagyon nehéz hosszú távon komolyan beszélgetni, mert a saját meetingeimet trollkodom szét, hogyha arról van szó. Ez ismerős. És meg kell tanulni szórakozni, de úgy, hogy közben meg tudjak komolyan foglalkozni a hobbimmal, és tehát, hogy ne az legyen, hogy áldozat a hobbimnak élni, hanem legyen, ha azt akarom, hogy legyen haszna is, akkor ezt a kettőt meg kell tanulnom egymás mellett kezelni. Nekem a kedvencem, ami egyébként kb. Az életfilozófiámat adja, az a Hoffitól van egy idézetem, hogy Ha mondok valamit, amit kétféleképpen lehet értelmezni, és abból az egyik sértő, akkor én a másikra gondoltam. és ez mindenre levetíthető. Tehát, hogyha egy meetingen ott tudunk lenni fapofával, nagyon hatékonyan végigbeszélni, és ott tudunk lenni úgy, hogy közben mindenki nevet és jókedvű, és ugyanúgy elérünk a célig, akkor miért ne úgy csináljuk? Okay, és ezzel én megőrzöm a szórakozást a munkában. Erre van választ nálad a módszertanban? Van. Tehát, hogy alapvetően azt kell tudnom mondani, hogy mindig priorizálunk, non-stop. Az, hogy ti is, meg én is most itt vagyunk, az egy priorizálásnak az eredménye, hogy nem mást választottatok. A tréningen azt szoktam kérdezni, ki az, akinek volt telefonhívása, amíg én itt beszéltem, és akkor jelentkezik majdnem mindenki, mert azért elég pörgős életet élünk, és akkor ki az, aki felvette, és kiment, és elintézte a telefont, és visszajött, és folytatóan jelentkeznek páran. A többiek meg azt mondták, hogy a szünetben elintézték. Ez mind priorizálás. Mi például múlt héten elmentünk a Gőzbe, ugye?
És az, akkor az volt a legfontosabb. És ez a fenntartható hatékonyságnak ez a kulcsa. Én is sokkal több feladatot veszek magamra, mint amit megcsinálok egy nap, nem azért, mert szeretem kínozni magam, hanem az, hogyha kevesebbet vennék föl, akkor jön az unalom, amit viszont nem tudok elviselni, és akkor rosszul szervezem a napomat, hogyha nem tudom, hogy mit csinálhatnék most éppen. Viszont priorizálok, és azt mondom, hogy most azért nem csináltam, és küldtem ki mondjuk 10 e-mailt, mióta itt beszélgetek veletek, mert ez fontosabb volt, mint az. Láttam, hogy párszor, igen, fölvillant a telefonod itt. Igen, igen. És ez a fajta priorizálás, hogy ha azt tudom mondani, hogy tényleg magabiztosan, és nekem ott van egy rendszer a telefonon belül a Task Manager Progiban, ami nekem visszaigazolja, hogy most tényleg ez a legfontosabb a napomban, ez nekem egy ilyen, ez ledobja a láncokat, ami ilyen bűntudatot okozná azzal, hogy mit nem csináltam meg. Na, erről viszont mindenképpen beszéljünk, és majd, ha van kérdésetek, akkor majd kanyarodjunk esetleg vissza, vagy akár egy következő részben, mert azt mondtad, a módszertanod az alapvetően ugye közép KKV-knak, meg középvállalatoknak van kitalálva. Tudsz esetleg valami, vagy lesz olyan aspektus, amit mondjuk akár ilyen kis mikrovállalkozók, mint mi, föl tudunk használni? Ez alapvetően két részre van bontva. Az egyik az egy csapatfejlesztés, ami céges szinten tud működni, és akkor azt tudjuk mondani, hogy át tudunk állítani egy egész céget ezzel a módszertannal egy másik gondolkodási metódusra, ami segít a fluktuációt csökkenteni, mert megtalálod a célodat a munkahelyeden, megtalálod azt, hogy miért mentél oda dolgozni egyáltalán, és miért vagy még mindig ott. És hogyha nem az a válasz, hogy azért, mert még nem jött meg a válasz a másik cégtől, akkor segít ott maradni. Igen, tehát, igen, hogy segít a cégeknek csökkenteni a fluktuációt, akik ott dolgoznak, azoknak segít megtalálni azt, hogy miért kell fölül minden nap, és miért pont oda megy be dolgozni, mert lehet egyébként csak, hogy elfelejtette, és a sok mindennapi vacak így elnyomja az igazi prioritást, ami egyébként magas helyre rakná az életében azt a céget, ahol dolgozik, csak már nem látja a sok szemétől. Ez az egyik fele, de alapvetően ez csak akkor működik, hogyha perfő rendben vannak az emberek. Tehát ugye alapvetően azért ez egy személyes hatékonyság egy embernek az életére vonatkozik, tehát akárki, ez nem is céges képzés. Csak lehet céges fejlesztésként is működtetni, és akkor azt mondom, hogy az egész céget átrakom, az nyilván az egy elementális hatással lesz majd a céges teljesítményre, de egyébként egyesével vesznek rajta részt az emberek. Tehát te bejöhetsz, mind a hárman különállóan bejöhettek, hogy a saját életeteket rendbe akarjátok rakni. Ez itt a reklámhelye, áprilisban szeretnénk nyílt tréninget bárkinek. Ezt akartam kérdezni, milyen felület lesz majd ehhez? Fizikai tréningeket szeretnél majd, vagy pedig online? Amióta kitört a Covid, egyébként alapvetően szerintem egy offline tréninget tartottam, és annyira jó rendszert alakítottunk ki az online tréningekre, hogy én abban nagyon hiszek, de itt igazándiból nem én döntök. Tehát, hogy a hallgatóságnak az igényei számítanak, és tényleg olyan mikrofon, olyan kamera, olyan vizuális effektek, olyan prezentáció van bekészítve, ami én azt gondolom, hogy az online élményt majdnem kézzel foghatóvá tudja hozni. Tehát, hogy ne legyen az kérdés, hogy mit mondtál, hogy mert nem látom, tehát, hogy ilyenek nálunk nincsenek, mert ettől én kibuknék, és az, hogy nem tudom, átrepül egy póni prezi közben, és így felébreszt tőle, az egy dedikáltan, célrányosan alkalmazott eszköz, hogy kompenzáljam az offline jelenlét hiányát. Tehát, hogy ezzel mi foglalkozunk, és én azt gondolom, hogy mindegy, hatékonyság szempontjából mindegy, hogy offline vagy online most már. Én nem látok érdemi különbséget az autó. Ha valaki ott van és figyel, ez egy más célcsoport, nem? Tehát, hogy ugyan, hát vannak, akinek nem ugyanaz. De lehet, hogy neked ugyanazok tudsz esetleg. Most hóvégén offline fog tréninget tartani, tehát így kerek a sztori, hogy most éppen már leszerveztünk, és az pont egy offline céges tréning lesz. Oké, akit ez érdekel, az akkor hol tud követni téged? Nézze a podcastet, vagy pedig lesz egy külön felület mondjuk a saját módszertanodnak. Hát, mert akkor ez már hányadik műsor, ami benne van? Most, amilyen nagyon aktívan fut, ez a Hatékony Leszek podcast lesz, és ebbe nyilván be fog gyűrűzni. Így van, innen is üdvözlöm az Ákost, igen, már, mert kiszűrtem, igen. Ott nyilván be fog szűrődni a téma, de egyébként nextacademy.hu. Uh-huh. És akkor ott van a módszertanról minden info. Annak lesz külön csatornája? Lesznek van, ilyen... Van YouTube csatornája, meg Facebook, tehát nyilván a YouTube csatornák egy darab élővel tele van a csatorna, amit mivel jól setupoltam föl, az élő nincs kint a kezdőlapon, tehát van egy tökéletesen üres kezdőlapunk per pillanat, ezt majd meg kell csinálnom, még ezt tegnap konstatáltam. Úgyhogy alapvetően YouTube, Facebook, LinkedIn és a weboldal e-mail marketinggel kiegészítve ez az alapszettünk, amivel mi neki megyünk most a kommunikációnak. Uh-huh.
Jó, tehát akkor egyelőre azt mondom, hogy a podcastet lehet, amivel aki bajdid a show-nozban, hogy és a hatékony leszek meg ettől független, tehát hogy azt az Ákossal csináljuk, nyilván a módszertan hozom magammal, tehát aki kíváncsi rá, hogy miért született meg, az ott ilyen kis dirib darabokban az egyes epizódokban megtalálja az okokat, amik miatt én váltottam, és kialakítottam a sajátot. Nekem tényleg az volt a legnagyobb problémám, hogy a 21. században olyan nyomás alatt vagyunk, infónyomás, felelősség, meg stressz, jogi háttér, gazdasági környezet, whatever kategória, ami 30 éve nem volt. És mindenhol 30-20 évvel ezelőtt kitalált módszertanok alapján oktatják a saját hatékonyságot, ami képtelen tartani a tempót. Nincs olyan módszert, amiben a stresszkezelés például benne van, hogy hogyan dolgozd fel azt a nyomást, amit minden nap az élet rád rak. Nem vállalkozóra, emberre, munkavállalóra és vállalkozóra külön-külön, és egyébként együtt, hogyha szülőre. Mind a kettő vagy. Szülőként most felvételizik a gyerek. Ezt te mondd, hú. úgyhogy pont ebben az időszakban vagyunk. Még van két motivációs levél, mindig nincs megírva. Csak gondolom, hogy ma van határidő, le kell adni. Nincs módszert arra. Természetesen, ezzel már megvagyunk a ChatGPT részével, ja. De ezt át kell fogalmazni a gyereknek, és a kis kezével le kell majd körmölni, és ez még mindig hiányzik. De mondok egy jobbat, tehát hogy ez nincs benne egy módszertanban se, hogy hol vagy te. Tehát vannak szabályok, keretek, amik között neked hatékonynak kell lenned, és de neked kell igazodni a rendszerhez. Ez engem feszített már nagyon, és akkor ezt tegyük hozzá azzal, hogy... Ezt hogy tudod belerakni egy módszertanba? Hát úgy, hogy én az egészet úgy dolgoztam ki, hogy tőled induljon, és hozzád van igazítva. Ez nem hozzád megy. Tehát mindig ezt szoktam vele mondani, hogy te vagy itt a Productivity-nek a Bruce Lee-ja, megcsináltad a Jeet Kune Do után a Productivity Kundot, de hogy ugye ez a harcművészeti ág is olyan embereknek működött a Bruce Lee-nél, akik hasonló fizimiskára rendelkeznek. Ettől nem félsz esetleg, hogy esetleg szűkítesz ezzel? Biztos, hogy van, aki lepattan, mert ütközök én is falakba. Van, akinek az én személyiségem nem jön be. Tehát van, aki az ilyen nagyon vörös, nagyon vezér egyéniségeket szereti. Én speciál pont nem az a fajta ember vagyok. Ja, értelek. Aha. De azt gondolom, hogy mindenkinél eddig amilyen visszajelzéseket én kaptam a tréningek alapján, azokra tök büszke vagyok. És mindig az jött ki, hogy megtaláltam a kaput mindenkinek a szívéhez, és megmutattam azokat a kis apró kis morzsákat, amiket ő be tudott építeni. Még akkor is, hogyha a nagy egész nem tetszett neki, de valamivel jobbá tudta tenni az életét, és onnantól kezdve az egy addiktív dolog, akkor elkezdett még egyet, meg még egyet, meg még egyet. Mert talán kívülről ez lenne, bocsánat, megakasztalak, hogy ez lenne a nekem ez a dolgom. Igen, hogy ha köréd épül, és benne van az ember, akkor ez csak egy bizonyos emberekre hagy. Ezt hogyan tudtad belemodellezni? Hogy... Engem motivál az, hogy megtaláljam mindenkinél ezt, vagy... mert attól csak gazdagabb lesz a módszertan maga, hogyha több konnektort tudok kiépíteni. Vagy megpróbáltad az Ákosra használni, meg a feleségedre, meg a gyerekre, és akkor rájöttél, hogy... A feleségemre nem. nem. Minden otthon van egy proféta elég. Oké. De mondok még egy másik példát. Itt van, személyes hatékonyságról beszélünk, és beszéltünk videó, meg podcast vágásról, hogy az AI hogyan tud dolgozni. De az, hogy az én személyes hatékonyságomat egy AI eszköz hogyan tudja megemelni, arról egy büdös szó nem esik egyetlen productivity módszertanban sem. Ez fájdalmasan arra gondolsz, hogy te beépíted ezeket az eszközöket. Mi például kedvenced a Notino, ugye? Nem, az egy bevásárlóból. Nem, az akkor várjál. Notion. Oké. Én is azt használom. Tökre képbe vagyok. Tehát nekem ilyen lifehackjeim vannak ilyenekre például, hogy én Kindle-on szoktam olvasni. Ott ki tudok jelölni egy szövegrészt, amit én szeretnék később használni, mert tetszik, mert hasznos, mert gondolkodni akarok rajta, idézni akarom a tréninget, fordítani mindegy. Szoktam. De hogy jelölsz ki, és mit csinálsz vele? Kijelölöm, rádugom a gépre, az átmegy egy szoftveren keresztül, és az összes ilyen könyvjelzőmet, amit így kimentettem, ilyen highlightokat, az bementi nekem Notion-ben egy központi táblázatban. Nem is kell gépre dugni, nem? De az adattranszferhez én rá szoktam dugni, lehet, hogy wifi-vel is működne, nem is próbáltam, és a Notion-ben van egy oldalam, ahol az összes általam olvasott könyvnek az összes highlightja, az összes általam olvasott blogpostból a highlightolt dolgok, az összes e-mailből a highlightod egy táblázatban ott van. És nekem, tehát az a kérdés... De akkor az meg káosz.
Nem, mert rendszerezve van az egész szépen címkékkel, szerző alapján dokumentálva, forrásanyagként dokumentálva, tehát kereshető. Ezt ki kell próbáljam majd. És ha belegondoltok, hogy mennyi időt töltötök naponta azzal, hogy most mi lesz a következő feladatom? Csak ezzel az egy kérdéssel. Nekem ez 90% a napi, 8 órából igen, én ezt csinálom. Ezt én is tapasztalom. Hagytam magam túl, hagytam magam túl mindenfélével elhavazódni, és a taszkok között ugrálás tölti ki nekem az időt, és azt... És meg ugye azt, hogy mit felejtettem el, és akkor mit ígértem még tegnap a Péternek, mit nem küldtem, mit nem másoltam még el, és akkor most már nem tudom, mert ugye. És én ezt az időt nyerem meg magamnak, hogy én nem gondolkodok azon, hogy mi a következő, nem gondolkodok azon, hogy vajon hova mentettem el az idézetet, vajon hova van tettem el a jegyzeteimet. Nekünk még a Notionban a jegyzet is úgy van kialakítva, hogy egy nagy jegyzet sablonunk van, viszont abban van ügyfelenként szűrés, és a szűrt eredmény az ügyfelenként külön kint van. Tehát ha én ügyfélbe megyek be, akkor csak az ő jegyzeteit látom. Ha azt akarom, hogy az összes jegyzetemet lássam, akkor látom az összeset. Ha azt akarom, hogy csak a meeting jegyzeteket, akkor azt. Ha az ötleteket, akkor csak azt. Ezt adja meg a Notion egyébként. Tehát nekem az egy keretrendszert ad, amiben tudok szervezetten kreatív lenni. Tehát akkor a te módszertanod az nem csak egy elméletet ad, hanem ad hozzá neki egy konkrét 2024-ben használható felületeteket, alkalmazásokat is. Szigorúan gyakorlatorientált a vége. Tehát, hogy nem, így jön be majd az AI is, és akkor van. Azt is beraktátok már? Igen, tehát nekem most a kedvencem itt van a telómon is, hogyha én eszembe jut egy magvas gondolat, akkor nem csak hangjegyzetet veszek fel, aztán lesz velem valami. Én nem tudom, a hangjegyzet az teljesen használhatatlan. Mit csináltok egy hangjegyzettel? Ha nincs róla leírat, akkor az én fölmondom most a telóra, az app leíratozza, az AI értelmezi és egybe fogalmazza. Ez melyik app? Mindjárt mondom neked, a fene tudja. Mert ugye én most a Viber-t használom ilyen jegyzetet. Az a neve, hogy Audio Notes, tehát hogy még abszolút ilyen pre-branding állapotban van, és kapcsolatban vagyunk a fejlesztővel, tehát ő mondta, hogy igazándiból még lehet, hogy simán... Jön podcastra? Azt hiszem valami kelet-európai fazon, tehát hogy nem magyar. És tehát nekem például az, hogy rámondom, leírja, 80%-os magyarral mondjuk, azt az AI viszont 100%-ban tudja azért értelmezni, és utána ezt az egészet, hogyha én azt mondom, hogy ez így jó mentés, utána azt is átmásolja nekem Notion-be. Tehát, hogy már ez az app is összeköthető Notion-nál, tehát nekem ezek a hangjegyzetek is bemennek a jegyzetek. Magától köti össze, vagy van egy felületed, ami Zapier, vagy valamit használ? Nem, az appon belül két kattintással megvolt, és onnantól kezdve az is oda megy. Tehát azt az időt, hogy vajon mi hol van, és vajon mi a következő dolog, amit meg kell csinálni, ezt a kettőt én kivettem a napjaimból, és ezzel órákat tudok nyerni adott esetben. Ezt én amúgy tolom ilyen fapadosba, hogy például van az Apple-nek a jegyzet alkalmazása, azon tudsz mappákat csinálni, és akkor én most már csinálom azt, hogyha bejön egy ügyfél, akkor nyitok neki a munkamappámba egy jegyzetet, és oda írom folyamatosan a dolgokat. Ez az alap, és akkor ezt lehet... Ja. Jó, de ezt én Drive-ba csinálom. Van egy ügyfél, akkor rakom a ügyfelek mappába, és akkor oda tudom be a fájlokat. Nem, ez az alap, a kiindulás, és akkor lehet pimpelni, lehet automatizálni, lehet még szexibbé tenni, kényelmesebbé tenni. Volt a Viktornak egy ilyen kérdése, nem? Hogy mit akartál összekötni az APR-rel? Mi volt ez a... Ezért akartam... Mert megvan, itt van a ninja nálunk, amúgy most igen, tényleg. Majd. Szóval én azt csináltam, Gábor, te is hogy, tedd össze, amit akarsz kérdezni. Hogy videókat elemzek, amiket beküldenek ugye az emberek, és azt mi előtte leválogatjuk. És most egy ilyen... Google Formot használtam. Google Formon jön be, onnan átmegy ugye egy táblázatba, és a táblázatot én át szoktam másolni egy másik táblázatba, az más. Hogy az nyilván ez a lépés kihagyható. Vannak moderátoraid? Igen. És ők válogatják a videókat. És most azt csináltam, hogy ugye eddig nem kaptak e-mailt az emberek. Meg ugye van egy sorszámuk, és azt is jó lett volna tudniuk, hogy 1372-en mondják még előtted. Igen, meg hogyha elutasítjuk a videót, tehát mit mondjuk nem küld linket, akkor azt nyilván elutasítjuk, akkor arról se tudott az ember. Mm. És akkor most kitaláltam, hogy e-mailt kéne küldeni, de a Zapier-nél ott, tehát tök jól megcsináltam az egészet, és akkor kiderült, hogy a Gmail az 100 e-mailt tud elküldeni per nap, a Zapier ingyenese az 10-et, és akkor így a Gmail már az első nap meghalt, ott az összes taszkom elveszett, szóval így bonyolult meghekkelni. Onnan beviszed a MailChimpbe, és a MailChimpbe elküldöd. De van saját e-mailem, amit lehetne erre használni. Én ezt úgy hekkeltem meg például, hogy vannak ugye ezek a digitális névjegykártyák mostanában, amik csinálnak neked egy ilyen előre legyártott oldalt, ami tök menő. Én meg csináltam egy
sima a weboldalon belül egy aloldalt, amit megcsináltam WordPressben, és lementettem az órámra egy QR kódos képet, és innentől kezdve bárki kamerával a névjegykártyámat a saját oldalamon, a saját rommá brandingelt felületemen, ha akarom. Plusz viszi a kereséseket, és hát vagy csinálhatod oldal letöltéseket növeli. Hát az meg ilyen kis SEO haszon, de a lényeg az az, hogy ezt a módszert be tudod kötni a saját oldaladra, ahol a saját szervereden egy SMTP-s bekötéssel tudod kiküldeni adott esetben. Saját domén alatt tárolod a táblázatot, és a táblázatnak a kivezetése egyébként MailChimp vagy MailerLite, amit akarsz. Tehát akkor igazából WordPress-en belül meg lehet oldani. Simán. Az egy adatimport gyakorlatilag egy felületre, ott leszavaztok házon belül ti, ami lehet egy jelszó mögötti felület, hogy csak ti lássátok, lehet egy nyílt felület, ahol látszik az, hogy ha elutasítottatok egy videót, akkor az látszik. Nem jó, mert vannak e-mail címek meg. Meg nem akarom, hogy publikus legyen a lista, hogy kik jelentkeztek, szóval semmiképpen nem. GDPR-re nagyon figyelni kell azért. Mondok egy gyorsan. Meg nem akarom, hogy lásd, hogy a Ferike is beküldte. Igen, szóval mert az, hogy ki van benne ezeket a személyes adatokat. Igen. Ez már odáig ment, hogy tegnap volt a párom, én tudtam elmenni szülőire. És gyerekek, képzeljétek el, nem viccelek. A tanár kirakott egy vetítőre egy ilyen táblázatot, minden szülő kapott egy ilyen kvázi borítékot, és volt benne egy szám, ami az ő gyerekére, és ki voltak rakva a számok, mert hogy akkor nem beszélünk, nem nevesítjük a gyereket, hogy a Pisti keme megír rossz volt. Nem. A 18-as gyerek ezt csinált. Nagyon durva. Ez túl van egy picit tolva, szerintem. Hazajött a párom, és így néztem, hogy ne. Egyrészt mennyi idő volt ezt összerakni, meg hogy most komolyan, tehát hogy egyelőre ez még a tanárnak a saját önszorgalma, meg az iskolának a hírét öregbíti, hogy erre is van még neki energiája, de hogy ez lesz a jövő, tehát hogy számok leszünk megint. Nem itt, tudom, ezeket még egy kicsit megijedtem, nagyon durva. Tehát, itt is be lehet játszani a legendás lottó sorsolásos. Végig majd nem lesznek megint férfiak, meg nők se. Tudod, az mi volt? Igen. Hát, hogy kisorsolják, és akkor mondja a csávó, hogy 9-es, fasz, 6-os. Mindig az ilyen számokról mindig eszembe jut. Itt is lehet a gyerekeknél. Nagyon nagy, jó. Oké. Jó, messzire. De ezt szerintem túl van tolva. Messzire mentünk, jó. Innentől azt mondom, hogy a produktivitás témában, hogyha megteszed, hogy esetleg írhatunk erről akkor egy, mert benne vagy a csoportban, az átcsoportunkban, lehet a hozzád fordulni akkor ilyen kérdésekkel. A legnagyobb örömmel. Illetve tényleg. Az összesen adatot beküldünk, és berakjuk majd a show notes-ba, ahol megtalálnak téged, és ezt a felületet egy picit magukévá tudják tenni. Még egy utolsó, nekem lenne egy kérdésem, egy ilyen nagy bombát találtam ki, amikor meghívtanak. Mert most beszéltünk arról, hogy podcastek, médiaügynökség, tényleg nyakunkon van egy válság, amiben azért a legtöbb esetben, ahogy a COVID alatt is látszott, a cégek javarésze, legalábbis aki túl akar élni, de hosszú mondat, ők a marketingben látták a jövőt, illetve a megjelenésekben, amihez most a videós tartalom, gyártásról, hogy videók, podcastek azért benne vannak. Na de, ez a lufi esetek fölfújdik és kipukkan. Van-e már esetleg arra terved? Hiszen mondtad, hogy mind a ketten ugye ebben a vállalkozásban vagytok, tehát a család bevétele függ tőle. Vége van a podcastnek, fölrobbant a lufi, hát alapvetően elszélednek az emberek, nálunk a van-e ilyen horror terved esetleg? Nálunk a volumennek a 80%-a azért a marketing ügyfélkörből jön még mindig. Úgy, hogy a podcastnek a százalék az folyamatosan növekszik. Aha. Tehát látszik, hogy dinamikusabban... És veszi át a szerepet, vagy pedig együtt nőnek? Hát mind a kettőnél növekszünk, tehát azért ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy nyugodalomra adok ott, mert azért nagyon sokat kell dolgozni, hogy ez így legyen, de mind a kettő növekszik. Arányaiban tolódik, tehát nem tolódik el, mert most az első évben 10% volt a bevételünknek a podcast, most az a tavalyi évben szerintem mondjuk 20-25. Uh-huh. És hogyha ilyen tempóban növekszik, akkor még évekig nem fog még kiegyenlítődni se, és nem is hiszem, hogy valaha ki fog egyenlítődni, mert itt podcastet gyártunk minden körítéssel, ott meg weboldalt fejlesztünk, keresőoptimalizálunk, szöveget írunk, PPC-zünk, e-mail marketing, tehát hogy ott még annyi mindent csinálunk, hogy azzal nem tudja fölvenni más a versenyt, és a kettőt meg tök jól össze tudjuk hangolni ráadásul. Én azt gondolom, hogy most az edukáltabb ügyfelek korszaka kell, hogy eljöjjön, ahol ha üzleti szereplőről van szó, akkor tudnia kell, hogy neki mind a kettőre van szüksége. Ha podcastet akar, akkor kell a másik is. Ha sikeres podcastet akar, akkor viszont tényleg kötelező, és be tudunk épülni meglévő ügynökségekkel, hogy hőmással dolgozik, ezzel nekem nincs gondom, de azt gondolom, hogy lesznek olyan váltások, ahol az a podcast gyártási minőség, amit mi leteszünk az asztalra, annak meg lesz az a gyümölcse. Én azt gondolom, hogy lesz máshol is.
foganatja ugyanannál az ügyfélkörnél egy másik feladatkörre is a csapatunknak, mert itt bizonyítottunk, akkor ott miért ne kapnánk lehetőséget. Én látok erre szélszben opciót. Hogyha kipukkad a podcast lufi, én nem hiszem, hogy ez ki fog pukkadni egyébként. Ez itt fog maradni velünk. Ezt akartam kérdezni, igen. És le fog pucolódni az a réteg, aki most csak a hirtelen meggazdagodása, meg a hirtelen influencer létre akarja ezt csinálni. Akik 5 éve magyarként, akik 10 éve, nem tudom mikor indultak az elsők pontosan, is csinálják, azok a mai napig is csinálják. És amikor most az egyik első bejelentette, hogy idén lehúzta a rolót, ilyen az a 10 perces néma csend volt a podcaster csoportban Facebookon, hogy nem hiszik el, hogy a szertár most így azt mondta, hogy viszlát. A legalapabb műsor volt itthon eddig. Nem üzleti alapon működtek. Tehát az igazán jó podcast műsorok, akik elhozták nekem azt a lehetőséget, hogy én üzletet csináltok belőle, azok nem üzleti alapon születtek meg. És ezek itt is fognak maradni. Nekem van egy ilyen meredek elképzelésem, hogy annyira átalakulóban van most a szabadidőnknek az eltöltése, hogy ez a hagyományos tévézés, oké, nem szeretjük kimondani, vagy valaki nem szereti, hogy kimondjuk, az teljesen halott. És hogy ezek az emberek jönnek elő, akik olyan tartalmat gyártanak, amire lesz majd kereslet. És el tudok képzelni egy jövőt, hogy nem bekapcsolod a tévét, és nem az lesz, hogy most Netflixet nézel, vagy HBO-t, hanem egy ilyen, akár a Netflixen is lehet, hogy lesznek majd youtuberek, meg podcasterek, és személyre fogsz tudni rákeresni, nem tudom. Tehát, hogy én azt látom, hogy ezek fognak összejönni, mint ahogy a világ is kezd széttagolódni, és a nagy globalizáció most, ugye ennek isszuk a levét, de ez most úgy néz ki, hogy valamilyen fordulóponthoz érkezhet. Szerintem ez megtörtént mondjuk a Covid alatt felgyorsítva itt a médiafogyasztási piacon, és hogy ez is decentralizálódik. Tehát ugyanúgy, ahogy talán majd egyszer a Google is elveszítheti akár az AI miatt ezt a kirobbanó nagy előnyét, ugyanígy mondjuk ez a hagyományos tartalomfogyasztás, én azt mondom, hogy már menthetetlenül lefordul ebbe, hogy teljesen decentralizálva lesz majd. A podcasteket olyan helyzetbe tud fogyasztani, ahol más nem. Tehát, hogy igazándiból ilyen szempontból a hangos könyvek azok, amik esetleg versenytársai tudnak lenni, mert az ugyanaz az on-demand, csak audióban fogyasztható tartalom. Emiatt nézed. Okay. Ezt még majd még akartam egy plusz egy kérdésnek, hogy te hogy látod a videós podcasteknek a térnyerését, meg hogy annak hol van számodra a szerepe? Marketing szempontból mindenképpen van szerepe, üzleti szempontból mindenképpen van szerepe, mert ez költség oldalon is azért megjelenik a másik félén, és van, aki azt mondja, hogy neki nem fér bele, és menjünk audióval, ami nekem nem veszteség. Én, hogyha ha a podcastről van szó, én a mai napig az ortodox verziót követem, én hallgatom. Tehát, hogy én nem szoktam nézni. Nekem nem hiányzik a képi világ egy podcast mögül, viszont azt meglátom, hogy marketing és kommunikáció szempontból a YouTube-nak az algoritmusát, a TikTok-nak az algoritmusát meg és tudjuk ezzel lovagolni. Az ebből kivágott sorttartalmakat. Ez egy eszköz, ez egy komoly eszköz, nem a podcasthez tesz hozzá, a marketinghez tesz hozzá. Igen, meg ha szembe jön veled azért a TikTokon egy új videó, amin van egy kis hangsáv, ami ugrál meg egy fej, zsipsz, vagy egy logó, az zsipsz, megy tovább, viszont ha ott ül egy ember, aki magyaráz, az nyilván tök más. Hát igen, de most már megcsinálom azt, hogy a hangot rárakom egy AI-jal egy képre, és akkor a műsorvezető ott hablablázik egyébként, teljesen jól érzékeltő deepfake-kel. Durvákat beszéltünk itt, még érte elindult a műsor. Erre még van egy pici időt, hogy erre... Vagy ezt szakítsuk meg, és akkor utána majd... Igazándiból a tegnapi élmény, tehát hogy a tegnap végighallgattam a Balogh Petyának és a Pétó Tandisnak az előadását, ahol a Pétó Tandis ugye a Start Holdingtól jöttek el ketten, és mutatott egy videót, ahol egy AI ilyen deepfake appal, egy sima mobil appon keresztül beszélt rá 2 percig az instrukciók alapján, hogy megtanulja a szoftver az ő arcának a mimikáját, és utána a begépelt szöveget az ő arcával akármilyen nyelven felolvasta. Magyarul, spanyolul, izraeli nyelv, amilyen nyelvet, és közben az ő arcával, az ő szájával mozgatva, a szemét mozgatva, tehát hogy így teljesen hitel. És azért az beszél, ő hangján is? Tehát, hogy... És az ő hangjával. Azért tudom, 2 vagy 10 perces alapvideót föl kell mondani, hogy megtanulja a hangodat, megtanulja a mimikádat, a hanglejtésedet, és akkor utána az alapján bármilyen nyelven tudsz text-to-speech alapon beszélni videóban. És ez már elérhető mindenkinek, vagy ez még ilyen? El.
Tehát, hogy ez egy tehát nem béta, és mi a neve? Kikeresem neked rájön, mert fölírtam én is még csak. De akkor küldjük a hackereket. Akkor irány. Indul, holnaptól indul a spanyol YouTube csatornám. Ez tegnap. Meg az indiai. Az indiaival kezdem. Azt hiszem, melyik a legnagyobb fiat. Ezt tegnap írtam föl én is este, úgyhogy még kisebb próbáltam a Heigen névre hallgat. Hogy kell leírni Heigen, mint tips? Szóval én úgy emlékszem, igen. Hát most csak így menet közben jegyzeteltem én is a nótok közé, hogy Heigen, és akkor ezzel lehet játszani. Hát majd kipróbáljuk. Úgyhogy mindenre megvan az eszköz és a lehetőség, az AI ilyen szempontból tényleg egy hatalmas túlt adott mindenkinek, aki szeretne élni vele, és akkor van átmenet az audio podcasteknek a videósításába úgy, hogy nem kell videót fölvenni. Nem ugyanaz lesz, de adott esetben egy költséghatékony alternatívát tudunk biztosítani azoknak, akiknek mondjuk a büdzsé szempontból nem fér bele az, hogy kamera elé üljenek. Vagy egy spanyol nyelven. Vagy spanyol podcastet szeretne csinálni, igen. Hú, ez nagyon meredek. Hagyományosan szoktunk a vendégeinktől kérdezni még egy ilyet, hogy mi volt az elmúlt időszakban mondjuk a legviccesebb, legemlékezetesebb története. Hogy egy ilyet mi meg tudsz osztani a hallgatóinkkal? Nem, most abszolút az ilyen nagyon-nagyon nagyon friss, tényleg azt így elkottyingattam itt előtte, és van annyira friss élmény, hogy én a saját podcastunknak a videóvágásához használok AI-t. Még csak ilyen kísérleti jelleggel, hogy tudjuk-e tényleg üzleti minőségben is azt, tehát hogy pénzért adni, és akkor most játszok vele a hatékony leszekben. És akkor van egy olyan AI tool, ami a beszélőknek a talking head-jét összerakja a hangsávokkal, és akkor ahogy váltogatunk beszédben, akkor a váltásokat megcsinálja ő, kivágja a szüneteket, egy hosszabb monológnál bevágja a másiknak a hümmögő, bólogató fejét pár másodpercre, hogy megtörjük a monotonitást. Megcsináltam tökéletesen az epizódot, csak egy dolgot rontottam el, hogy a két hangsávot megcseréltem. És csináltam egy fulladást azzal, hogy csak bólogató arcok. És de tényleg így megvan, hogy ahogy nyílik szóra a szája valakinek, hogy megszólalna, azonnal vált a kép. És csak a másik ember, aki így bólogat. És itt semmi, egy szájmozgás nincsen az egészben, és úgy megy le a videós podcastünk, hogy mindenki csendben van vizuálisan. Nagyon, nagyon kemény. És csak az ilyen 3 másodperces vágóképeken jár valakinek össze, és utána visszaváltunk a hümmögő bólogató partnernek. Igen, nagyon kemény. Gyönyörű volt. És amikor ezt így elmeséltem az Ákosnak, ezt én így hagynám. De komolyan, én ezt kiraknám így. Egy ilyen formaváltó podcast. B-változat, igen. Vagy még. A TikTokra zseniális tartalom egyébként. Csak fizetős tartalom kérdősről. Ja, egyébként az van, ezt a paywall mögé rakjuk a fordított verziót mindenből mostantól. Ezt is csináljuk meg, Miklós. Egy simán. Nagyon nagy. Amúgy ez csak tehát ez nem AI alapon nyomja, hanem nem, a matek, nagyon egyszerű. Szóval igen, ki van igen. Számolva, mert nekem is például, amikor valaki köhög, akkor bevágja. Hát, itt vagy mondom, ha ide koppintok az asztalra, akkor bevágja. Hát amelyik mikrofonnál nagyobb jel van. Igen. Gyakorlatilag egy if-then, egy pár if-then-nál meg van csinálva. Igen, de működik egyébként. Annyi van, hogy úgy működik az AI, hogy ezeket kiszedi, úgy, ahogy van, tehát az ilyen köhögés, böfögés, ezeket kiszedi. A szöveg alapján berakja a markereket, hogy éppen milyen témáról beszélünk, és be is rakja a time markert a timeline-ra. Tehát értelmezi a szöveget, ami van, tehát is még van még egy csomó funkció, amit még én csak most fedezek föl. De akkor nem ugyanazt használjuk? Akkor én egyéb utábban használom. Igen, tehát ez nem csak reagál az audióra, hanem ez tényleg az van, hogy értelmezi a szöveget. Ezt vártuk már viszont. Ez akkor, melyik? Akkor ennek miatt. Ez is Premiere csak? Ez Premiere Pro-nak a pluginje, és most fejlesztik a standalone appot hozzá, ami még pont a kameraváltást egyébként pont nem tudja, hanem az ilyen silence cut-okkal lehet a bétát játszani. De egyébként a Premiere Pro-hoz lehet előfizetni a FireCut nevű extensionre. FireCut. Mert én nem is tudom, melyiket használtam. Csináltam is belőle videót. Az csak annyit tudod, hogy tényleg matek alapon megadtad, hogy hány beszélő van, melyik hangsáv melyik emberhez tartozik, meg hogy milyen dinamikájú vágást szeretnél, és akkor szépen hangsáv alapján ő kivágdosta, meg működött az is, hogy a szüneteket kivágta, de ez borzasztóan működött. Szóval hogy ez nem működött, de volt. Én tök elégedett vagyok vele. Néha több szünetet is hagy benne, mint amit én indokolnék, de egyébként meg olyan természetes lesz tőle a beszéd, tehát hajlok rá, hogy hagyjam, hogy felülbírálja az én döntésemet, hogy az a szünet, az kell-e oda, vagy sem. És egy csomószor azt mondjuk, hogy levágom, és újra hallgatom, akkor olyan túlpattogós lesz. Tehát, hogy néha kell gondolkodni. Tehát, hogy néha kell az a kis szünet, hogy azt érezzem, hogy gondolkodott a partner. Mi kell ez a mániám, igen, hogy ezt nem szabad.
kihagyni a matekból. Jó volt, jó volt. Hát jó. Jó, oké. Péter, nagyon szépen köszönjük az idődet, és hogy eljöttél hozzánk. Maradt még bennünk kérdés, de igyekszünk akkor majd ezeket összeszedni, és majd bombázunk esetleg az átcsoportba. Eddig is ugye Péter megtalálható volt nálunk, de majd akkor előbb posztolom, majd külön kirakunk egy ilyen kis bejegyzést, és akkor újra meg lehet itt majd őt keresni. Az összes dolgot, amiről beszéltünk, kérek majd küldet nekem, hogy akkor tudjuk rakni a show notes-ba, és akkor ezzel zárjuk is akkor a mai adásunkat. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és visszavárunk. Biztos, hogy benne, hogy lesz még productivity témában, mert elég sok mindent összehoztunk itt az ominózus. Ja, hát elég sok téma volt, amiben így belekaptunk, igen, és mentünk is tovább, mert hát annyi közös téma van. Ja. Hát örömmel, hogyha kell, akkor jövök megint, mert kevés helyen fogadják én a szeretettel az émániáimat. Megtaláltuk ezt a közeget szerintem. Jó, akkor köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok.